Morning Show. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. Jó reggelt! És most, hölgyeim és uraim, elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. 6 óra után 12 perccel nyitjuk a reggelt. Szép napot mindenkinek. Hello, Feri! Sziasztok! Jó reggelt! Hello, mindenkinek, itt vagyunk szerdán. Hát ez egy kicsit nehezebb nap, ugye, ahogy szoktuk mindig megjegyezni, de igen, túl leszünk rajta, és aztán már a csütörtök péntek ráfordulása. A húsvét ünnepekre és a három napos hosszú hétvégére azért ezt sűrű mondogatjuk, senki ne felejtse. Igen, hát ezért ez jó. Szerdán kezdtünk, tehát hogy ezt azért meg lehetne szokni, de hát még nem tartott a nemzetgazdaság, hogy három napos munkaheteket toljunk le. De állítólag már mindjárt. Ja, tényleg. Már mindjárt úgy vagyunk. Ja, már mindjárt úgy vagyunk, de a jövő héten egyébként négy napos lesz, úgyhogy vigasztaljuk magunkat ezzel. Már ugye csak kedden jövünk dolgozni. Igen, kedden kezdünk, így van, kedden kezdünk majd. Tehát, hogy most egy kicsi munka még, és aztán jön a húsvét, és azt reméljük, hogy mindenkire vonatkozik. Srácok, én rájöttem, most hallgattam ezt előbb ezt a számot, hogy ez én ezt fogok csinálni, én remixeket fogok csinálni, egykori fantasztikus, vagy valljuk őszintén, hogy a világslágerekből hogyan kell valamit csinálni, úgy, hogy nem hozzáteszel, hanem elveszel belőle, és hogy az eredeti 100%-os cuccból csinálsz egy ilyen 40%-os történetet, hát hogy így, vagy igen, 30, most egy picit izé volt, így próbáltam hát egy picit fölhúzni. Igen, hogy ne vegyem azért annyira a kedvüket attól, hogy továbbra is ezt a műfajta szakbarbárkodják szét, de hogy így. Tehát az eredeti nem hallgatja meg, hogy mire ad engedélyt? Én azon gondolkoztam. Tehát én vagyok mondjuk a Boniem, ha még él belőlük valaki, nem tudom. Igen, élnek még. Százan, volt most már lett, csak 50-en, nem tudom, hogy. Tehát el kell, hogy küldjék ezt a Duke Seduce borzadály, de tényleg. És ezt meghallgatja a Boniem, és az igen, menjen, ez jó. Ez tetszik. Hát, és néha mondjuk azt, hogy Barbara Streisand, mondjuk azt, tök menő. Igen. Tegyük bele, hogy Charlie Chaplin, tegyük, tök jó. És akkor most azt mondjuk, hogy Barbara Streisand. És erre a Boniem azt mondja, hogy ez tett menjen. Erre engedélyt ad. Hát a jogtulajdonosnak erre engedélyt kell adni. A jogtulajdonos hát ezzel nem vágta hozzájuk a szélű pénzt keres. Ezzel nem ezzel. Gondolom. Szerintem ezzel a mai játszással már mi is utaltunk neki. Ez lehet az egyik, plusz van egy másik olyan szabály, hogyha nem nyúlsz bele nagyon a izébe, tehát ha témát átveszed, akkor lehet, hogy engedése kell. Na, de hogy nem. Igen. Igen? De persze, hát, ha te ellopod a dalt és egy az egybe átveszed, hogy ne? Hát azért téged kérlek szépen Magyarországon annak idején, amikor a magyar sztárok énekelték fel a külföldi dalokat, mert a külföldi jogokat nem tudták megvenni, akkor az más. Az más volt. Az más. De akkor egy darrészleted, akkor az eredeti darrészleted játszott be az egy bizonyos ideig. Aha. Na de hát itt ugye itt egy önálló dal csinálok, aha, abból, hogy én lenyúlom az ő dalukat, és abból csak egy másikat, a kettő nem ugyanaz. Aha. Hát lehet, hogy ennyire az eredeti a dalból egy bizonyos ideig játszhatsz be anélkül, hogy fizetnél. Aha. De ha te lenyúlod ezt a, nem tudom, Boniemet, és arra csinálsz egy alapot 3 perces dalt, és elkezdesz fel túrni, akkor te elloptad azt a számot. Tehát a kettő nem ugyanaz. Igen, mondjuk azért a világsztárokkal is előfordul, hogy nem mindig szólnak az eredeti jogtulajdonosnak. Nagy balhé is van. Hang Up című szám volt, ez ahol ugye elfelejtett ezt szólni az abbának, hogy srácok egy picit azért felhasználnak belőle, jó, hogy esetleg, és aztán egy véletlen egy beesés, most képzétek el. A tiszteletem jelenjéről raktam szerintem. Csak be. Igen, szerintem ez is csak tök véletlenül lett ugyanolyan. Hát figyeljetek, tehát ilyenkor tényleg így visszasírja az ember az eredetit. Éppen iszogattam bent a kávémat, és nem tudom miért valami, rettenetesen keltem, nyilván egy nap, az elmúlt napok, illetve tegnapi nap eseménye is így megnyomtak, egész este ilyen jellegű hírműsorokat nézegettem, hát semmi vidám nem volt bennük sajnos, és akkor így keverem a kávét, iszogatom, és egyszer csak megszól a Boniem, és így a szemem így kinyílt. És mondom, basszus, végre valami a gyerekkoromban, vagy a tinédzser éveimből, mondom, de jó, és akkor lendület lesz, és akkor feeling lesz, és akkor bejött ez a semmi. Na, igen. Kezdve, köszönjük szépen. Na, láttátok a tényeket tegnap, hogy összekapcsolódott az RTL? Úgy néz ki, hogy egyfajta divatot diktálunk. Fúzióban. Tehát itt arról van szó, hogy mi ezt elindítottuk a rádióban, és itt elkezdték ezt átvenni, nem így van? Tehát elindítottuk, a musical összekapcsolódunk, és van egy ilyen trend, vagy egy ilyen, én nem is tudom mi most, egy ilyen irányzat, hogy mindenki fölhívja és bekapcsolja a konkurenciát. Tegnap, ha valaki nem látta volna, elindult a tények, és szegény Várkonyi Anni, nyilván nem ő tehet róla, ugye fölkonferálta a TV2 tudósítóját, hogy mi van a reptéren felkiáltással, majd megjelent Szijjártó Péter, és RTL-es logóval elkezdett valamit magyarázni. Igen. Illetve hát sajnos... Egyik oldalon a TV2 logó, másik oldalon az RTL logó. TV2 és RTL logó egyszerre. Hát ez maga a történelem, a Szalai Vivian már más nem csinál egyébként pályafutása alatt. Bár ahogy látom, azért fog. Akkor már megvan egyébként, mert TV2 és RTL-es logót egyszerre kivarázsolni a képernyőre. Ugye mi történhetett? Én
elfelejtettem. Valószínűleg a vezérlőben nézték az RTL. Tehát, hogy megy a vezérlőben az adás. Nézik, hogy mi megy nálunk. Ahogy szerintem nyilván lehet az RTL-nél is megy. Tényleg, hogy nézi, híradónál tudod, hogy van-e aktuális, lemaradtunk-e valamiről. És valaki véletlenül azt a sávot adta át, tette be, nyomott meg rosszul egy gombot, és egyszerűen bejátszotta a kimenő adást, ami ugye az RTL volt. Illetve az RTL bejövőjét rárakta a kimenőre. Hát vagy csak megszokásból, mert hogy akkor a jövésmenés a két csatorna között, hogy már senki nem tudja, hogy most éppen hol dolgozik, és akkor volt ott egy-két RTL-es technikus, és akkor megszokásból rájárt egyet. Szíjártóra csak nem ez már egy ilyen rejtjeles üzenet volt? Gyere, várunk, vagy hidd el, itt nincs baj az RTL-esekkel. Vagy a Göncinek akartak megágyazni egy kicsit, így, hogy az átment zökkenőmentesebb legyen, hogy még azért lásson egy kis RTL klubot is, mielőtt bejön a tényekben. Te Várkonyi mit szólt? Nem reagált semmi? Nem tudom, aztán, szerintem mennyivel elnézést kérhet. Ő automata üzemmódban van folyamatosan. Valószínűleg, ha neki szóltak a fülére, hogy rosszat adtunk be, akkor bár ő ott lát kontrollmonitor, tehát valószínűleg ezt észrevette, akkor nyilván mondta. Tehát ez ugye ez egy belső dolog. Helyes, Bakis, ha nincs vele baj, meg hát azért mindenki nyomhat félre, nem ezzel van baj. Csak jól nézett ki, hogy tényleg a tévéket és az RTL logóját láttad egyszerre, és Szijjártó Péter megjelent, ő is nyilván a pont a brüsszeli eseményekről. Vagy ez valami barátkozás. Persze. Azt mondom, hogy lehet ez a Göncinek egy rejtett üzenet, hogy ha még mindig akartok, tegyétek az RTL-t adásba. Hú, Gábor, ez egy komoly feltétel, de valahogy megoldjuk, tudod. Jó, na akkor berakjuk kicsit az RTL-t. A Gábor különböző feltételeket szab. És ez volt az első, hogy bizonyítsátok, hogy mennyire akartok, nem? Ez egy titkos hát, üzenet. Gondolták, hogy ennél jobban mi se tudjuk megcsinálni, hogy inkább leadjuk az RTL iradó anyagát. Vagy az volt, igen, nincs anyag. Hát figyelj, elég sok tudósító fölmondott ott, meg riportál, nem volt, aki kimenjen erre az anyagra, átvették az RTL-t. Tehát a tények éppen most esik darabokra, ahogy látom. Tehát igen, most éppen most hullik darabokra. Régi riporterek, nagy riporterek, mert mindenki megy el, vagy hát jönnek újak, nyilván az, aki tudja vállalni ezt a fajta hírszerkesztést, de hogy igen. Ott most nagy a káos, sajnálom őket. Bedobnak valamit, ami objektív. Tessék? És ezért nyomtak egy kis RTL. Szegények, sajnáltam őket. De biztos, de már lehoztam, láttam comment.com mindenki, hogy azért ez maga a tévé történet. Ahogy igen, nálunk persze. A Music, meg a Gong Rádió, meg nem tudom, náluk. Igen, csak mi tudatosan csináltuk, tehát ez az apró különbség volt. Igen, de jó volt. Na, foglalkozunk a brüsszeli eseményekkel természetesen. 7 óra után próbálunk majd, próbáljuk egy kicsit körbejárni a történetet. Hát nyilván szerintem nincs is olyan hallgatónk, aki ne hallotta volna, hogy mi történt, szörnyű képsorok, szörnyű hírek és teljes készültség. Magyarországon és a metróban és a reptereken mindenhol. De hát ahogy látom, egész Európában. Szóval ez nem egy magyar sajátosság. Számomra több kérdésen ebben a történetben egyszer felfoghatatlan, hogy a világ most jelen pillanatban leginkább keresett bűnözője, hogy az Istenbe tudott egy ilyen merénylet után, mint a párizsi történet, előkészíteni egy másikat, és ilyen sajnos idézőjelben profin levezényelni, hogy erre hogy volt neki lehetősége. 4 hónapig, 5 hónapig bujkával. Ez eszement bakjuk. Nagyon komoly. Eszement bakjuk. És úgy bejutni érted a reptérre ezekkel a bőröndökkel, amit tele van robbanó anyagot. Senki, ez senkinek föl nem tűnt. A másik, amit én nem láttam háttérműsorokat, mert nem volt időm tegnap nézni, de engem érdekel, hogy miért pont Brüsszel. Tehát, hogy tudom, hogy ott vannak azok a bevándorló családok, akik már második generációs gyerekek, és ők is ugye belga állampolgárok voltak, de hogy értem, hogy az amerikai pult mellett, mert az amerikaiak is benne vannak, de hogy miért pont Brüsszel arra, valahogy erre az országra? Tehát ennek egy szimbolikus jelentése van? Igen. Hát plusz ugye az eddigi adjatot kapták el, ugye ő maga fricskával válaszolt az egész sztorira, hogy ő ott bújt Brüsszelbe, amit tegnap beszéltünk el. Igen, aztán Ográd egyszer elmondta, hogy azért Brüsszel, mert rengeteg igen olyan bevándorló mondják, család, hogy ez a Molenbeek negyed, ez gyakorlatilag igen. Az európai terrorizmusnak a központja. De érdekes, nem? Tehát pont nem Belgiumról gondolnád, de azt gondolnád, hogy mondjuk Franciaországban vannak tényleg sokan, vagy az Egyesült Királyságot próbálják így megtámadni, vagy tényleg még Németországban is. Tehát Brüsszel egy olyan érdekesebb helyszín ebből a szempontból, hogy úgy az ember nem talál rá első kézből hirtelen magyarázatot. Az lehet inkább szimbolikus jelentés talán, meg hát az ott élő nyilván igen, reménytelen. Hát ugye Belgiumnak a bevándorlási politikája az nagyon megengedő volt az utóbbi néhány évtizedben, hát már gyakorlatilag több generációs családok vannak, és hát azt korábban is lehetett hallani, hogy az iszlám államnak a terroristái között nagyon sok olyan fiatal van, akik nemhogy nem afrikaiak, csak afrikai származások, hanem már Belgiumban születtek, és hogy egyébként mi is beszéltük róla, hogy meglehetősen jó módban élő, komoly egzisztenciával rendelkező belgiumi egykori afrikai vagy bevándorló családoknak
azoknak a leszármazottai, akik már kint születtek. Igen. Pontosan, nincs meg a gyökered, így van. Azt elvesztetted, viszonylagos jó létben. Így van, viszonylagos jó létben élsz, de egy olyan országban, amihez neked nagyon nincs közöd, hiszen az apád érkezett meg oda, azóta van ott gyökered, de az még oda kevés, és pont ezért lehet elmenni ugye az ISIS-hez. Igen. Na hát, igen, hát elképesztő. Elképesztő, hogy nyomasztó hangulatban van az ember, szerintem nincs olyan, akire ez ne ragadna rá. Hát próbálunk mi is itt azért majd egy vidám reggeli műsort készíteni, de hát ezzel foglalkozunk természetesen, úgyhogy... Úgyhogy lesz róla szó mindenféleképpen. Na, nézzük, mit írnak hallgatóink, ki az, aki már ilyen korán reggel velünk van, mit küldtök nekünk, mit írtok, milyen szerda péntek van, írja valaki. Hát jó lenne. Hát neki jó megy, nézd, neki megy az idő. Én szeretem, ha valaki így hergeli magát és állítja át magát. Szerda van, hogy elrottent a hét, nem iszik semmit. Úgy a fejed, hogy megy ez a hét, igen. Azt mondja, hogy... Andrássy úton trafi, M1 Győr felé 26-os kilométernél kigyulladt kamion, hát ez 17:30 jött, azóta már lehet, hogy azt megoldották, és Nagy Simonyi belterületén mérnek, úgyhogy vigyázzon mindenki. Na, meghallgatjuk, mi történt velünk tegnap. Mi folytattuk reprezentatívnak is mondható tudományos kísérletünket, miszerint egy rádió reggeli műsora be tud ez zökkenőmentesen kerülni egy másik rádió reggeli műsorába. Ez egy nagyon tudományos kísérlet, és mi nagyon szeretjük. Minden nap kísérletezgetünk, szerintem még ma is próbálkozhatunk. Persze, hát és bármennyivel készülnek rá. Bármennyivel készülnek rá, de talán nem mindenhol jutott el a hírunk, hogy próbálkozunk. Már hallottuk egyébként, hogy egy-két rádió nagyon ide is, várja. Ide is, igen. Na hát oda nem. De maga a kísérlet tényleg érdekes, hogy azt gondolnád, hogy az egyik rádió felhívhatja a másikat, és egy laza ország és reggeli műsort általában laza emberek csinálnak, akik improvizálnak, és jó az improvizatív készségük, hamar reagálnak, és megoldanak minden szituációt. Tegnap megint azzal szembesültünk, hogy a lehető legnehezebb dolog bekerülni egy reggeli rádió műsorból egy másik reggeli rádió műsorba. Szinte lehetetlen. Nem egyszerű. Meglepődnek, rád rakják, elbizonytalanodnak, nem hisznek neked, félrekapcsolnak, megijednek, és váratnak, de semmiképpen nem kerül szabásba. Érdekes kísérlet egyébként, szeretem. Kapcsolás volt. Hát, tényleg. Mindig van egy pont, ahol meg lehet akadni. Igen, de volt a kompatibilitási problémák, az tény. Volt a kompatibilitási problémák, a Debreceni Rádióban okoztunk egy áramszünetet, utána beszéltünk a műsorvezetővel, nem tudtuk, de ő nem tett utána már adásba, az nem volt szép dolog, eljátszott, hogy milyen jó fej, milyen laza, dumálok veletek. Igen, nem voltunk egy magánbeszélgetés volt, minden elosztuk keményen. Igen, aztán volt a Korona Rádió, ugye ők nagyon jó arcok voltak. A Kalocsán. Így van. És előtte volt még Kecskemét. És Kecskemét a Gong Rádiót próbáltuk. Igen, ott a hajat futottunk. Mr. Szilofont. Mr. Szilofont próbáltuk, Csabát, hát nem jutottunk el hozzá. Lapszemle volt. Hát... De érdekel, szeretjük ezt a kísérletet, és valószínűleg nem mindenki abban a szellemben dolgozik, mint ahogy mi készítjük a reggeli műsort. Na megmutatjuk akkor, hogy jutottunk el a Gong Rádióig, és mi történt ott velünk. Hát mi nagyon szerettük, ide kapcsoltak, oda kapcsoltak, tettek, vettek minket, de az Istenre se tudtunk adásba kerülni. Úgyhogy ezt megmutatjuk, aztán jövünk még a hírek előtt. A tegnapi adás legjobb pillanatai. Gong Rádió. Jó? Megnézzük? Recepciónk van? Hívjuk egyből a stúdiót? Hívjuk a recit először. Jó. Nem tudom, ki ül ott reggel, mi a kiderül. Tisztelt Gong Rádió. Hello, jó reggel, Balázs, Morning Show, szia, itt a Jani meg a Feri is. Élő adásban vagy, hello. Hello. Aha. Ez már valamikor van, ezt hallottam. Ezt csinálják után. Háromból három. Háromból három. Ne, ez most nem adásban van náluk? Nem, letették. Letették? Háromból. Nem, a vinyl áramszünet volt. Miért teszi le? Újra. Gong Rádió, jó napot kívánok. Kövér László vagyok. Jó. De hogy is, Sebessén Balázs, Morning Show, hello. Újra, hello. Tényleg mi vagyunk, nem szórakozunk. Ne tedd le. Vagy ne tedd le, kérlek. Itt nem vagy? Nem le. Az előbb megszakadt, mi történt? Nem szakadt. Ja, eltűntél egy pillanatra, azt nem tudtuk, hogy mi történt. Hogy hívnak, hello? Anikó, hello Anikó. Figyelj Anikó, valahogy mi szeretnénk nátok van reggeli műsor? Persze van, 6-tól 10-ig. Jó. Vagy minket hallgat. Most őszintén, kucsalja. Nem hallgatom a sajátunkat sem, mert akkor nem tudok dolgozni. Ez igaz, jó válasz. Ez jogos válasz. Hogy tudnánk mi oda bekerülni? Hallottuk, hogy nálatok lehet játszani. Igen, lehet. De jó. De ahhoz a 76-os közvetítőt kell hívni. Hogy hívják a reggeli műsorvezetőtöket? Ilyenból Csaba. Csaba, szóljál a Csabának, tetsz, hogy keressük. Hívjuk a másikon, jó? Jó, már is szólok. Köszönöm. Köszönjük. Ciao, szia. De aranyos. Helyes volt. Na, várjál, folyom a másikat. Most, aki hívta, és mert hogy tőlünk hallott a telefonszámot, és nyerni akar egy zsiófokét, hogy tegy el, légy szíves, nem ér elvinni előlük. Ez az egész ország. Most megtelefonálni és elvinni, igen. Most az, hogy foglalt lesz.
Aha. Mit csinál Csaba? Kiürült a rádió, mindenki kiszaladt az utcára. Nem fogunk kicsi jófok hétvégét nyerni. Ez picit tartsa. Írt a Budamarci közben. És mi van vele? Bekapcsolnálak jövő héten, Budamarci. De beteg. Ó, szegény. Jobbulás, hát még nem beszéltek önök. Hello? Kezdj csokolom! Nem, én vagyok a Jónás Anikó. Ja, Anikó, ugye nem adásban szólunk. De ami az Anikót keressük, mi nem tudunk nem adásban szólni, mert el kell jutnunk a élőadásig. Az élőadásig. Csaba nem veszi föl. Mert fölvétel van pont, ez az egyetlen probléma. Tudják egy picit tartani? Persze, kem csokolom, köszönjük. Kérem. Minek van vége? A fölvételnek. Felvételről nagy a reggeli műsor. Azt mondja, fölvétel, így? Nem. Új hát emberek felvétel, jöttek. Felvétel. Tehát most casting van. Igen. Kapcsolom a műsorvezetőt. Új, de jó! De jó, köszönjük szépen, Anikó. Csabát. De jó. Kezi csokolom. Egy puszit küldünk, köszönjük, csokolom. Ez jó, ezt imádom. Fura gusztus, hogy te ezt szereted. Jó. Középső csoportosok jelentek. Mi persze, szilofonozik három kicsit a stúdióban. Visszük a siófok hétvégét. Hogy most mondja meg a kérdést. Valaki nyomkod valami gombot közben. Próbálnak a Anikó, melyik a? Hát a piros? Vagy a piros? De várj, ez a csalatják. Megint megnyomkod valami. Csaba, léci, tegyél minket adást. Tolj fel mindent, ez a biztos. Mi a be a nehéz? Csaba, a pirosat, ami alatt az zöld, azt nyom meg. Halló? Nem. Ügyesen, Katika ügyesen szilofonozik. Tényleg nagyon jó. Na, halló? Vagy? Ja. De mi ez a bepítés? Lehet, hogy visszavenni már nem tudnak. De figyelj, tényleg nem lehet, hogy Csaba ilyen virtuóz szilofonos? De lehet, hogy ez egy robotnál. Igazad, ez egy robotnál, hogy Csaba élőben szilofonos. És most mi belecsöppentünk a szilofon játékba, és fél kilencig elmegy. Csak pittyenésnél itt mellé. Kongrádia, szilofon percek Csabával. Még csak fél kilenc. Csaba tetrizezik. Igen. Aha. Tanulság egyébként, hogy szakmailag azért nem egyszerű egy reggeli műsorként bekerülni egy másik reggeli műsorba. This is Previously on Morning Show. A tegnapi adás legjobb pillanatai. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Morning Show. Na, hát értitek már, drága hallgatók, hogy miért játszunk mi ezzel most már lassan két napja? Mert hallhatjátok, hogy tényleg nem egyszerű. Tehát ez, hogy átcsörögsz, felveszik, adásba vagyunk, összekapcsolódunk, ez tulajdonképpen az esetek 10%-ában történik. A fél lerakás, menekülés, szilofonjáték, tetrizezés, várakoztatás, minden van. Nem tudunk bekerülni rá a rádióműsorok reggeli adásába. De legalább megismertük Csabát a szilofon bárnök szervelyjel. Döbbenetes, hogy játszik. Mikor lesz aréna koncert? Nem tudom, most már havas kapasz voltam. Óriási volt, igen. Vili Szent Iván és Solymár között teljes útzár kaptuk SMS-ben, köszönjük szépen. A Dunakeszi Rádiótól vagyok, egy fekete-fehérrel szeretnék játszani. Látod? Léci. Nézd, csekkoljuk Anna, hogy így van-e. Jó? Azt mondja, hogy Májra Rádiónak van reggeli műsora? Hát majd, de az. Oda. Na, ha őket hívjuk, az. Nézd, azt is nézzük meg. Hát menjünk mindenhol. Azt mondja, hogy... Beértem a melóba, kettőig nyugi van az utakon. Szútnyék, hál' Isten. Köszönjük szépen, hogy ezt megérted nekünk. Hogy állunk játékkal? 2-0. 2-0 van, megjöttünk. Jól van. Jól van, ha valaki érez magában erőt, és úgy érzi, hogy legyőzhetőek vagyunk, akkor jelentkezzen. Jó, ha a Dunakeszi Rádiótól az illető tényleg az, akinek mondja magát, akkor lehetőséget kap, hogy játszom velünk. Feltéve, ha be akar csatlakozni élőadásba. Gyanús, Anna ezt azért gyorsan lecsekkolja. Hogyha esetleg tudjátok, hogy mit lehet nyerni a Mária Rádióban reggel, mint egy soron kívül bérmálást, hogy ilyesmi, akkor írjátok meg. Így van. Abszolút, ha van más rádió adás, ahol ti reggeli műsort hallgatok, vagy át tudtok kapcsolni és belehallgatni, hogy megírjátok nekünk, hogy éppen mi a nyeremény, mint tegnap ugye a Lada próba vezetés és a siófoki hétvége, küldjetek el a rádió nevét, és hogy mi a nyeremény. Jó, hogy akkor gyorsan fel tudjuk őket hívni, hogy jöttünk játszani. Mert ezt természetesen azért még ma is csináljuk. Fél hét múlt pontosan egy perccel Ákos legfrissebb hírei után már is jövünk vissza. Morning Show. Ez itt a Morning Show. 10 perc múlva, pontosan 7 óra. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. El ne felejtsétek, hétvégén óra átállítás. Hát, ne is mondjátok már előre. Hogy felejtsétek? Szorongok tőle. A számomra az éve leggyűlöltebb, illetve az egyik leggyűlöltebb pontja. A másik, amikor visszaállítjuk. Tehát, hogy kevésbé utálok jobban valamit, mint ezt a rohadmányos, teljesen értelmetlen,
mindenkit összezavaró óra átállítás, aminek semmi, de semmi értelme nincs. És ezt hál' Isten egyre több ország észreveszi. Csak mind. És leállnak róla. Nem, mi mind. Nem tudunk leállni. Igen. Gyűlölöm. Mi de tényleg. Lehet, hogy mi megszerettük annak idején. De utálom. És akkor most előre egy? Most előre hamarabb egy. Hamarabb megyünk locsókodni. Hamarabb megyünk locsókodni, máskor kell a gyerek, az egész mindig megzavarodik egy kicsit. Fú, utálom. Annak ellenére, hogy vannak pozitív, nem tudom, hozadékai, hogy jöhetünk reggel. Sötétben jövünk, de legalább hosszabb ideig lesz világos, de akkor is, tehát inkább hagyják így. Vagy maradjunk úgy télen, vagy most már ne álljunk át nyáron, mindegy, csak egy legyen. Szörnyű. Olvastam, hogy egy csomó stroke történik, ilyenkor megvizsgálták az orvosátállítás utáni egy hetet, és francia egy német nap lehozta, hogy mennyivel több szíves, meg migrénes, tehát hogy az, egyszerűen az ember szervezete sokkal nehezebben áll át, és az orvosátállítás után egy héttel van egy tipikus óraátállításos betegség, már így hívják. Aha. Amikor is teljesen felborul a bioritmusod, időseknél, veszélyeztetetteknél, egy órát ugye a szervezet teljesen máshogy reagál rá, és nagyon sokan kapnak például a sztrókot. Nagyon érdekes szik volt. Ezt ne vizsgálták. Két hétig dolgozunk. Nem, mi következetesen mindig jöjjünk akkor be, akkor, amikor most. Igen. Jó? Tehát mi nem állítunk át sem. Na, játszunk, itt van már is a játékosunk. Verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Szia István! István, hello! Akkor a rádiós emberünk, ő nem igazi volt? Nem igazi volt. Nem igazi volt. István, honnan hívtál minket, hello? Budapestről hívtalak titeket. Budapestről. Épp munkában vagyok, úgyhogy leszálltam az 50-es villamosról. Igen. Földi. Az jó. Egy jó kis földid van akkor itt a stúdióban. Kivel szeretné játszani? Janival szeretnék játszani. Janival. Már indítjuk is az órát, esetek egymásnak, jó? Jó. Minden más megtudunk rólad a játékban. 3-2-1, tessék. Lőrinci vagy Pista? Igen, Lőrinci vagyok. Szia, Jani. Ja, bocsánat, várj, nem is tudom, az első szavad az volt, hogy igen. Igen, basszus. Azt hittem, dumálhatunk egy kicsit. Hát ez egy nagyon rövid játék volt, igen. Jaj, hát ez sajnos ez így jött össze. Rövidke volt ez. Kicsit izgultam, mert fúcsó volt hirtelen, villamoson voltam, visszahívtatok. De nem baj, mert legközelebb sikerül. Legközelebb. Hát ha lesz legközelebb, ugye mindenki ezt gondolja, hogy majd legközelebb sikerül. Ez egy jó kérdés, hogy miből gondolják a hallgatók? Pedig ahogy hallom, Annától arcoskodtál. Igen. Mit írtál? Mit mondtál? Hát már az, hogy többször kértem, hogy hívjatok vissza. Aha. És mi nem hívtunk. Na, nagy volt a szád, nagy volt a szád, aztán egy komoly 3 másodpercet tudtál. Hát nem volt sok. Jól van. Hát, jó. Valamikor majd. Jó, köszi, ciao. Igen, jó, köszi, sziasztok. Szia István. Soha nem felejtem el ezt a játékot. Hát ezt a napot. Igen, nagyon. Lőrincinek nem válja ki a szemét, ugye? Tehát nem akart téged megszorítani. Nem, de nagyon nem. De legalább egy kicsit jobban játszátok el, hogy megszorítgatjátok egymást. Tehát én értem, igen, földi, meg 50-es villamos, a könyvben lábad a szemünk, hogy kimondta, hogy 50-es villamos. Nem akart kellemetlen helyzetbe hozni, hogy egy földimet nyírom ki a játékba, és ezért inkább ő beledőlt a késém. Igen, tehát valahogy azért ezt legalább álcázzátok, hogy ezt így játszátok. Na mindegy, jól van, hát rövid volt. Akkor viszont 3-0. Így van. Ennyi, 3-0. Miénk ez a hét, és egy kicsit off, mehet még följebb. Hoztuk a hetet. Meg vagyunk, jók vagyunk. Jól van. Ha van valakinek friss közlekedési híre, akkor küldje el nekünk, vagy ha furán, vagy máshogy indult a reggel, de ha megszokott módon, azt is nyugodtan írjátok meg nekünk, jó? Hogy kivel mi történt, 5 perc, pontosan 7 óra, Ákos legfrissebb hírei után már is jövünk vissza. És most, hölgyeim és uraim, folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Morning Show. 7 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk a Klasszon, és folytatjuk. Közeledik a 4 napos. Yes!
Nem, túloz, Bali. Nem, nem négy nap, az csak három. Én nem jövök be kedden, te mondtad. Próbálok nekem azt mondta a főnököm négy napos. Jó? Tudom, miért vagyok a négy napban, tudom, mert a gyereknek nevelésmentes nap lesz, és még kedden meg kell oldani a szórakoztatását. Akkor nekem kilenc napos. Ja, nektek megszűnhet. Péntektől, ez egész hét utána. Megy a szakkör, mi? Ugye? Hát azért le kell kötni őket jó, valahogy. Szóval de jó is. Megy a szakkör, igen. És mert először nekünk ugye csütörtöktől kezdve van, és már csütörtökre be is juthatunk egy jó kis közös gumicserét. Hogy érezze jól magát az a gyerek. Nyári gumizni. Jó gumicsere? Az jó lesz neki. De ő gurítható. Be a műhelybe, ki a műhelybe. Tehát ez egy órás program azért az, amíg olyan nagyon nem vagy. Vagy ez nektek egy ilyen nagy rituális rákészülés, elmenetel, érted. Megvárás, hazamenetel, kocsi újra letakar, ponyvával. Érjében kicsivel. Aztán később meg talán elmegyünk fagyizni. Igen. Ja, Istenem, jó ez a Vikidál Gyula szám. Egyébként egy új Bon Jovi volt, és nagyon örültünk neki, és nagyon szerettük. Egy jó kis Bon Jovival. Vitont Rán a tavaly albumukról. Vitótrán, Vitó? Csaut. Vitó, Vitót. Vitó. Vitótrán. Igen, Vitó. Új huligán írja valaki, király. Na, Bon Jovi volt, többen kérdezitek, hogy mi volt ez az új dal, Bon Jovi, még egyszer mondom. Mérek a rendőrök nyékládháza és a Muhi körforgalom között az autópálya felüljáron, 60-as táblában vigyázzon mindenki, Lisztes Ati küldte nekünk, köszönjük szépen. M5-ösön a 43-as kilométernél, szintén trafi, ott is menjetek óvatosan. Aztán azt nézem, hogy mi a helyzet még az utakon, egyelőre úgy néz ki, hogy nyugi van. Az M7-es 82-es kilométerénél Balaton felé most készülnek kirakni. A háromlábút írta nekünk Gabi, köszönjük szépen. És valaki azt írja, hogy azt hittem, Balázs, hogy okosabb vagy, és nem zavar össze az óra átállítás. Hát gyerekek, ne gondoljátok túl az én nagy kapacitásaimat, nekem ennyi elég. Egy órát át kell állítani, és nekem az végem van. Megborulok tőle, és mindenki más a környezetben. A telefonodra nem kell rányomni még egy órát pluszban. Tessék? Azt tudod, hogy automatikusan átáll. Igen. Nekem ott is merülsem. Már 9 óra van, hogy tudod. 9 óra, akkor át kell állítani pluszba. Tehát ő 2 órát ugrott előre, azt hiszem 5 évvel ezelőtt az első okos telefonjánál. Azért az szép, igen. Na, hát ugye nem tudjuk kikerülni, és nyilván nem is akarjuk természetesen, mert hogy szerintem mindenki ezzel foglalkozik most. A brüsszeli terror, a brüsszeli merényletek, egyszerűen nem lehet emellett elmenni, hogy ezzel ne foglalkozzunk, és szólaltassunk meg néhány embert. Ugye nem kell mondani szerintem senkinek, hogy mi történt, hát van internet, ha valaki nem is volt tegnap tévé vagy rádió közelben, akkor is tudhatja, hogy hát megint egy eszement támadás, ugye Európa ellen, ártatlan emberek ellen, több bomba is robbant, ugye a brüsszeli reptéren és metró megállókban, ugye ez a dolog megint arról szól, hogy kiszámíthatatlanul civileket, ártatlanokat mészároltak úgy le, hogy hát nem kell mondani. Igazából szörnyű képsorok, szörnyű fotók, ha valakinek volt lelki ereje és megnyitotta azokat a videókat, amik ott készültek a robbanás utáni másodpercekben, hát az valami elképesztő. Tehát katasztrófa filmbe illő jelenetek egyébként tényleg. Az emberek az esze megáll, amikor ez ennyire test közelben történik, így van. Több kérdés is felmerül, ugye erről korán reggel beszéltünk, hogy tud valaki hónapokig bujkálni egy párizsi merénylet után, hogy tud egy ilyet újra előkészíteni, hogy nem tudnak egy embert megtalálni, mikor egész Európa őt keresi. Hogy bujkálhat a legtriviálisabb helyen egyébként, ahol csak bujkálhat, egy olyan helyen, amiről már hónapok óta úgy beszélnek, mint az európai terrorizmusnak az egyik ilyen fellegváráról, és mégis itt bujik el ez az ember, akit egyébként egész Európa, sőt talán nem túlzás, hogy az egész világ keres, és mégsem sikerül hosszú hónapon keresztül elkapniuk, és van lehetőség arra, hogy még egy brutális támadást megszervezzen, vagy részt vegyen a szervezésre. Azt tudjuk biztosan, hogy ő hát nyilván benne volt a dologban. Igen, de én most szerintem az egy téves hír, hogy ez nem is értem, hogy miért mondják, hogy azért követték el, hogy bosszút álljanak az elfogásért. Hát ez valami olyan... Ez nem egy spontán dolog, elkapták, akkor álljunk bosszút. Akkor gyorsan csináljuk meg. Hát ez nem így van. Tehát ezt hónapokon keresztül szervezik, előkészíték, egy időben zajlott, pontosan kitalálva, megint nagyon hasonló, ugye. Csak más eszközökkel, mint a párizsi merénylet, ez nem azért volt, mert őt elkapták. Igen, nyilván elkapták, benne és akkor másnap gyorsan pakoljuk össze pár bombát, és akkor önként jelentkezőt kérek. Elkapták, de már a sejt többi részét nem tudták felszámolni, és ilyenkor már, ha egyszerűen elindul, akkor ők tudták, hogy hánykor hol kell lenni, és ezt a dolgot egyszer megtették, és véghez vitték. Az valószínűsíthető szerintetek, hogy ő azért ment bele ebbe az újabb merényletbe, mert hogy ugye ő a Párizsiban tevőlegesen ugye nem vett részt, tehát nem nyomta meg a bombát, és a
az iszlám állam pedig azt mondta, hogy akkor viszont te is ellenség vagy. És most azt mondta, hogy én így próbálok vezekelni, hogy ezt az újabbat megcsinálom. Hát ezt sosem fogjuk megtudni, persze. Nyilván az agymosás, minden, ami ebbe benne van, igazából az örök élet, meg a paradicsom reménye, meg amik még egészen kiskoroktól ugye diktálják ezt beléjük. De hát szörnyű. Meg ha ő nem, akkor más. Tehát szerintem az iszlám állam igazából teljesen mindegy, hogy ki okoz károkat az európai demokráciának, csak valaki okoz. Igen. Ami szerintem a legijesztőbb ebben az egészben, hogy egyszerűen tényleg nem látod ennek a végét, hanem azt látod, hogy akarva, akaratlanul kénytelen vagy azt elfogadni, és bármilyen fájó és nehéz ezt kimondani, hogy ezzel tulajdonképpen mostantól kezdve egész Európának együtt kell élni, hogy ez bárhol, bármikor, bárkivel megtörténhet, mert ennek nem tud úgy vége lenni. Nem? Hiszen itt tényleg, tehát itt több generációról van szó, itt az elkeseredésről van szó, itt a számüzetésükről van szó, hogy nem találják a helyüket, hogy reményvesztettek, hogy frusztráltak, ami nem magyarázat erre, mert nagyon sok reményvesztett frusztrált ember nem követel ilyet. De hogy van ez az eszme, ez a hitrendszer, ezt nem tudod legyőzni, mert ez a fejekben van, ez nem egy konkrét háború, vagy egy konkrét helyszín. És konkrét háborúban például, ha egy ország seregeivel szemben küzdesz, legalább látod, hogy egyenruhában lévő katonák ellen. Itt ezt nem tudod. Ugye? Tehát az a szomszédod, aki Brüsszelben egyébként melletted él, és akiről beszéltünk már reggel is, hogy mondjuk afrikai ősökkel rendelkezik, úgy ősökkel, hogy az édesapja még ott él, és ő már melletted él, rajta nem látszik, hogy ehhez a csoporthoz tartozik. Nem. Bár ők saját magukat úgy kezelik, mint hogyha katonák lennének. Hát igen, csak nincs rajta a külső jel, amivel tudod, hogy őtől letámadás érhet téged. Igen. Azért hívják terroristának, és nem katonának. Na, van egy szemtanúunk, aki ott volt a tegnapi napon Brüsszelben, méghozzá a metrón egészen pontosan. Dr. Göndics Zsigmond, a Magyar Vöröskereszt elnöke, az Országos Mentőszolgálat Közép-Magyarországi Régió igazgatója, aki tegnap pont a helyszínen tartózkodott, ráadásul az egyik robbantás közvetlen közelében. Haló, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt, szervusztok! Jó reggelt! Jó reggelt. Valóban ott voltam kb. 50 méterre. 50 méterre az egyik metrón utaztál éppen a robbantás előtt? Nem. Egy konferencián voltunk mint, és a konferencia helyszíne volt, 50 méterre sarok választott el minket a Maldek állomástól, ahol a robbantás történt. És amikor a robbantás volt, akkor én pont az után tartózkodtam, mert hívott a főnököm, a mentőszolgálat főigazgatója, és ki kellett jönnöm a konferenciára, hogy tudjunk beszélni. És akkor éreztem, mint egy pici földrengés lenne, tehát így megrázkodott a föld. És abban a pici utcában, ahol álltam ott az úttesten, ilyen nagy fémrácsok voltak, ami a metrónak a felüldője. És azon keresztül jött ki ilyen barnás füst. Illetve pont olyan szag terjengett, mint egy tűzijáték után, tehát lőpor. Ilyenkor az ember már racionálja, hogy mi történik, vagy csak folyik az eseményekkel, és látja, hogy kiabálnak, látja, hogy sírnak, látja, hogy rohannak nagyon sokan a metróból, de ilyenkor még nem esik le az embernek, hogy valószínű robbantottak. De még mielőtt odaértem volna, azért mentem oda, mert a lőpor szag, a rázkódás, a füst, és tudtam, hogy a metrónak a felöztetője, nagyjából 80%-ig biztos voltam benne, hogy robbantás történt. Ugyan még nem láttam a sérülteket, mert ott be kellett fordulnom a sarkon, onnan 20 méterre voltak a sérültek, már akkor jöttek fel a lépcsőn, aki tudott, és ott ültek le a járdára, illetve volt, aki lefeküdt, az égettek főleg, de ez egyértelmű volt már akkor. Tehát akkor nagyon már tudtátok. Gyorsan. Így van. Te elkezdted ellátni a sebesülteket? Hát azért az nagy képű lenne, hogyha azt mondja, hogy elláttam. Hát nyilván próbál az ember segíteni. De hát ugye nem vannak a szabályai. Egy tömeges balesetén már pedig ott látszott, hogy ez az első pillanatban. A legelső dolog felmérni a helyszínt, illetve amikor az ember látja, hogy milyen súlyosságú és mennyi sérültel áll szemben, akkor lehetőleg amin gyorsan kell segíteni, azon próbál megfelelő azokkal eszközökkel, amik rendelkezésre állnak. Hát ott egy szállodából kitoltak egy kocsit tele fehér törölközővel, és néhány járókelő, a végén már 10-15 járókelő segített. Vérzét csillapítottunk, tehát rányomtam a törölközőt. Leginkább fejes sérültek voltak, fejük vérzett, ezt annak tulajdonítottam, hogy és emellett égettek is voltak, hogy valószínű, hogy mentek lefelé, ugye a robbanás lángja elérte őket, és a lökés hullám pedig vagy a falnak verte őket, vagy a lépcsőnek, de ezek az emberek még föl tudtak menekülni. De te a tűzoltást, mondjuk ezt a szót, azt fönt tudtad végezni, vagy le is mentél a metróba?
Nem, hát az abszolút nem szabad ilyenkor lenni. Ugye csak az mehet le, aki megfelelő védőfelszereléssel, oxigén, maszkkal, palackkal, tehát praktikusan a tűzoltók, akik ilyenkor beavatkozhatnak, és ők hozzák el úgynevezett átadási pontig a sérülteket. Ez ugyanúgy van Brüsszelben és Budapesten. Gondolom, hogy rettetesen megrázó egy ilyen, nem? Amikor az emberek látod, hogy menekülnek, sírnak, véreznek, megpörkölődött hajjal, megégett arccal jönnek. Tehát, hogy az ember tényleg olyan képsorokat látott tegnap is különböző videó megosztókon, mint egy katasztrófafilm. Így van, így van. Teljesen igazad van. Ez egy megrázó élmény, de azt ne felejtsétek el, hogy mi erre vagyunk kiképezve. Tehát amikor más pánikba esik nekünk, akkor kell idegen, higgadt fejjel dönteni, gondolkodni, segíteni. Szó volt bármilyen fenyegetettségről, akkor, amikor ti odaértetek, mondtak nektek bármit, hogy vigyázzatok, kaptunk jelentést, szó lehet, vagy tényleg szó nem esett erről, és nem csapás volt. Nem, de jó, hogy mondod, mert többek között azért is kapcsoltam gyorsan, hogy itt mi történt, hiszen akkor már tudott volt, hogy a repülőtéren az American Airlines check-in pultján a robbanások voltak. Igen, mert a metros robbanás az egy órával azután történt. Igen, ez van 9 óra 10 körül történt maga ez a robbanás. Erre a konferenciára te metróval érkeztél? Nem. Ennek a kis utcának a túlsó oldala kb. 15 méterre van a szálloda, ahol voltunk. Ez az Európai Uniós tagországok örös keresztjeinek volt a konferenciája. És ha jól tudom, hogy ma jöttetek volna haza, ugye? De hogy egyelőre nem tudjátok... Nem, mi tegnap este jöttünk volna haza. Tegnap este jöttetek volna haza, és nem tudjátok, hogy hogy. De igen, most már megvan, mert éjszaka végül is sikerült végigszervezünk az utat. Elég kalandos lesz hazafelé. Jelenleg Eindhovenben vagyunk, Hollandiában. Éjszaka jöttünk át a Magyar Állandó Képviselet segítségével. Innen most fogunk repülni Brünóba. És Brünóba pedig jönnek Pestről értünk kocsival. Már elindult az autó. Tehát ha minden igaz, akkor délután, késő délután már Pestre leszünk. Délután már megérkeztek. Hát nagyon szomorú ezt hallani. Nagyon szomorú. Igen, és hallottam, mielőtt bejelentkeztem volna a beszélgetéseteket, teljesen igazatok van, nincs vége. Nincs. A kinti sajtó is folyamatosan azt mondta, hogy készülnek az emberek arra, hogy várható a közeli napokban, sőt volt olyan szakértő, ki azt mondta, hogy órákon belül várható újabb támadás, és nem csak Brüsszelben, hanem Európa szerte. Hát Európa szerte bármelyik főváros célpont lehet, persze nyilván vannak frekventáltabb, kiemeltebb célpontok, de hát ez tulajdonképpen bárhol. Igen, de senki nincsen 100%-os biztonságban, az biztos. Igen, hát ezt a szakértők is már mondták hónapokkal ezelőtt, hogy nem az a kérdés, hogy lesz-e, hanem az, hogy hol és mikor. Így van. Hogy mikor. Na, hát akkor várunk benneteket haza, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy nagyon büszkévé tettetek minket. Így van, igen. Én is nagyon köszönöm. Köszönjük szépen, Dr. Gödön Zsigmonddal beszélgetünk. Köszönjük szépen, jó utat hazafelé, köszönjük. Köszönöm. Sziasztok, hello. Hát igen, egyébként megdöbbentő, én pont hétvégén, nem tudom, mondtam-e, vagy nem voltam Bécsben, és csak kimentünk egy kicsit sétálni, és az egyik nagy bécsi utcában is azt látod, hogy civil ruhás, fekete ruhás, fegyveres emberek állnak 20 méterenként. Még a brüsszeli események előtt is. Annyira rossz volt ezt látni, hogy tulajdonképpen ez a jövő, amivel együtt kell élned. A Kertner Strasszén 30-40 méterenként fekete ruha, semmiféle felirattal, de kiszúrod azért, ott áll, keresztbe tett kézzel, nem mozdul, nézelődik, és ott a fegyver az oldalán. 30-40, és ott állnak. Nézelődni. És elkezdesz nézelődni, és azt látod, hogy nagy tömegben vagy, sétálsz, és ezt mondom még a brüsszeli események előtt pont a múlt héten, és arra gondoltam, hogy úgy nem is gondolta pár szó, hogy az ember hátranéz, tudod, hogy ha most itt valaki előveszi a fegyvert és elkezd lövöldözni, 30-40-50 embert azonnal le tud úgy kaszálni, hogy igazából teljesen esélytelen vagy. És akkor látod a fegyveres őröket, és kicsit azt mondta, hogy jó érzés, hogy ott állnak. És hülyén érzed magad, hogy sétálsz egy hosszú, nagy, széles utcában, és nem azt mondom, hogy félsz, mert nem így van, csak eszedbe jut. És ha már ott van, akkor elérték a céljukat. Ugye? Benned hogy benned van, hogy elkezdesz félni, és ezek után már nem tudsz úgy elmenni valahol vagy.
hogy ne jusson ez eszedbe. Igen. Sőt, hát már a párizsi események után sem, tehát nem kellett ez Brüsszel. Hát és ráadásul ugye nem feltétlenül arra kell gondolni, hogy ők majd ott fegyveresen megjelennek, és akkor maszkosa, vagy nem tudom, ilyen iszlám államos zászlókkal lobogtatva elkezdenek lövöldözni, hanem sokkal javasabb módszerekre is lehet számítani, például arra, hogy mondjuk akár például a bosztoni merényletnél, ahogy el volt rejtve egy szemetes kukába egy kukta tele szögekkel, meg robbanóanyagokkal, vagy ahogy itt is, hogy nem számítasz rá, ott sétálsz a gyerekeddel, a feleségeddel, és felrobban melletted valami. Igen, és az a fajta nyugodt, kiegyensúlyozott, civilizált Európa, nem? Ami azért sokáig azért, tehát ez tényleg a kultúra és a nyugalom bölcsője volt. Tulajdonképpen jelen pillanatban ennek vége van. Most háború, már szépen. Igen. Ugye háborúban. Bárhol, bármikor egyszer. Itt robbantanak szállodában, ott robbantanak, ezt hallod, azt hallod, évek alatt szépen lassan az ember hozzászokik, bármennyire is fura, a gondolathoz, hogy ez bármikor veled is és a családoddal is megtörténhet, és nem tudsz mit tenni. Vagy nem mész sehova, és begubózol, vagy azt mondod, hogy próbálok ugyanolyan életet élni, megyek, nem adom meg magam, mert mi európaiak nem ebben hiszünk, és nem így élünk, viszont akkor kiteszed magad ennek a veszélynek. Hát tegnap indult ugye a világhálón a brüsszeli események után a pisilő kisfiút mindenhol elővették. Igen. És ami tiltakozás, igen, ami tiltakozás ugye az egész ellen, és pont azt mondja, amit te mondasz, hogy menjünk, hogy ők azt mondják, hogy igen, éljük ugyanúgy az életünket, és te mit mondasz? Hogy elgondolkozott. Hogy nem igen, indulok nem, el. Csak igen. Akkor megelérik a céljukat akkor, nyilván. Ja. Igen. Na, itt van Nógrádi György is elünk. Jó reggelt kívánunk! Hello! Jó reggelt! Jó reggelt, tanár úr! Sűrű a nap, gondoljuk. Hál' Isten! Igen. Hát sűrű. De tőletek már egy bomba nő hívott, tehát hál' Isten jól indul a nap. Jó, ezek után jöhettek ti.└└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 ============││││││││││││││││└└················Kidolgozható. Na. Tehát azért pontosítsunk egy. Hetek óta arról folyik a vita nyugaton, hogy hova lehet elmenni nyaralni, ami biztonságos. És kontinensek estek ki. A második, ti elmondtátok, hogy nyugodt, békés Európa. Igen, volt. Az elmúlt 20 éve Európa GDP-je a világban 20%-ot csökkent. Ez a 20% átment Kelet-Ázsiába. És egy megjegyzést hagy mondjak, és utána lehet beszélgetni. A terroristák megint idézőjelbe azt csináltak, amit akartak, de hál' Isten nem értek el teljes sikert. Néhány bomba nem robbant föl, ha ez bekövetkezett volna, akár sokkal nagyobb lett volna. Bocsánat, most jöttök ti. Hát bármennyi bomba robban fel, ők már sikeresek. Az a baj, hogy egy bomba fölrobban és két ember meghal, akkor is sikeresek. Ami számomra teljes rejtély, hogy tud valaki hónapokon keresztül egy párizsi merénylet után úgy bujkálni, hogy előkészít és majdnem, hogy végrehajt egy újabbat, miközben egész Európa őt keresi. Hát ez számunkra nézve csőd. Így van, de ez azt jelenti, és akkor beszéljünk őszintén, hogy egy Belgiumban egy rendkívül gyenge titkos szolgálat van. Ezt egy politikus nem mondhatja ki, mert a belgák tiltakoznak nálam, nem tudnak tiltakozni, mert én egyetemi tanár vagyok. Kettő. Már megint elővette mindenki ugyanazt az érvet, amit minden robbantás után a belügyminiszter, a német, a Dömezér azt mondta, hogy kezdődjék el végre adatcsere. Könyörgök, évek óta Európa elvileg adatot cserél a rendőrségek, a titkos szolgálatok. Valóságban senki nem hajlandó a számára fontos adatokat, főleg a forrás továbbadni. Következő. Hát azért olyan dolgok történtek tegnap éjjel és ma reggel, ami nevetséges. Lezárták a belga-német határt. Csodálatos. Mindenkit ellenőriznek az autópályán. De aki pár száz méterrel arrébb megy a főúton, ott senki nem ellenőriz. Tehát egyszerűen vicces helyzetek vannak. A következő. A belgák alapvető félelme az volt, hogy az atomerőművek ellen merénylet lesz, ezért részint evakuálták mind a két belga atomerőművet. Hál' Isten, ez nem következett be. És van egy alapvető dolog. Amit jelenleg csinálunk az iszlám állam ellen, a belgák körülbelül 4-5 napja bejelentették, senki nem figyelt oda, hogy mostantól a belga légierő is bombázza az iszlám államot. Ez szükséges, de nem elégséges. Az iszlám államot meg kell semmisíteni. Ezt nem vállalták föl, ezt csak együtt tudnák az amerikaiak, oroszok és európaiak. Az USA nem akar ebben részt venni, részint mert kevésbé fenyegeti a terror, részint mert választások jönnek. Európa egyedül erre is képtelen, hangsúlyos is sem van. Máshogy fogalmazva, az iszlám állam szerintem most úgy értékel, hogy a léte biztosítva van. Mi mindig elmondjuk, hogy lebombáztuk területének 40%-át, igen, de nem mondjuk el, hogy az iszlám állam őrületes pozíciókat nyert az iszlám állam területén kívül többek között Afrikában. Új helyzetek vannak.
De megsemmisíthető egyáltalán az iszlám állam? Világon minden megsemmisíthető. Hát de pont ezt mondjuk el minden egyes mondatban, hogy annyira szertágazó, annyira kis sejtek minden. Hát rendben van, de hát a kis sejtek központi utasítást kapnak. Ha én, mint nyugat, fölvállalnám, hogy az iszlám államot, szárazföld erőket szétverem, hogy nem bombázom Rakkát, hanem elfoglalom, akkor az iszlám állam az égóráit érné. De ezt nem vagyok hajlandó fölvállalni. Még egyet hagyd mondjak, és bocsánatot kérek. Számomra a tegnapi merényletben a legszörnyűbb az, hogy totális káosz tört ki. Tehát hiába készítesz föl te, mint belga, német, akármilyen állam embereket, a káosz tökéletes, és az iszlám állam is nyilván ezt értékeli. Még egy. Szeptember 11 után a világ arról vitatkozott, mi fontosabb nekünk, a biztonság vagy a szabadság joguk. Az USA azt mondta, hogy a biztonság Európa, a szabadság jogok. Nekem nem meggyőződésem, hogy az európai politika ma is a szabadság jogokat mondaná, vagy fogja mondani. Tudni arról valamit, hogy vannak-e még potenciális merénylők Brüsszelben, vagy bujkálhatnak még? Meggyőződés. Egy, erősen kérem, tud, kettő, meggyőződésem, hogy tömegével. Hát elnézést kérek, 1000 főre kivetítve a legtöbb migráns Belgiumban van, 2. A belga rendőrség közölte, és nem merik közzétenni, hogy a bűncselekmények 50-70%-át migránsok követik el, hogy a börtönben lévő emberek 50%-a bevándorló. Ezek közül 62% illegális bevándorló. Na most ezekről nem illik beszélni, mert ez nem illik az európai főpolitika fővonalába, hogy szeretjük egymást és együtt élünk. Tehát nagyon furcsa dolgok jönnek elő, és én azt várom, hogy Európa végre fölébred, mert ha nem ébred föl, nem tud mit csinálni. Tehát továbbra is nemzeti megoldásokba gondolkodunk. Nincs nemzeti megoldás. Egyedül a német, francia vagy brit titkosszolgálat sem tud semmit tenni. Még egy. A lehallgatások révén tetszik vagy nem tetszik, Európa ki van szolgáltatva az USA-nak. Nincs megfelelő műholdas lehallgató rendszerünk. Csak az USA-nak van. A lehallgatás 90%-a az USA részéről nem a terror ellen megy, hanem gazdasági érszerzés. De a 10% az USA-nál több, mint ami Európa kezében van. Tehát egyszer el kéne mondanunk, hogy Európa lemaradt a globális versenyzésbe, és úgy csinálunk, mintha mi lennénk a világ közepe, itt a világ kultúrája, itt vannak a múzeumok, igen, de az idő ezen túlhaladt, és Európa gondolkodása ezt nem. Igen, de Amerika is azt mondja, hogy Európának végre össze kellene fogja, nem külön kellene működni a brit titkosszolgálatnak, a franciának, hanem együtt kellene, és ezért nem is lehet mondjuk pálcát törni a belga biztonsági erők felett, ahogy egy picit te is tetted, mert hogy gyakorlatilag ott van nekik egy város, ott van egy emblematikus város, Brüsszel, az uniónak a fővárosa, és gyakorlatilag ennek a védelmében magukra maradtak. Egy picit pontosítok, igazad van, és amit mondasz, szimpatikus, de a belgák nemrég a jól működő csendőrséget feloszlatták, hogy spóroljanak. A másik, igen, az USA azt mondja, hogy Európa egységes, ő meddig mondja ezt, amíg Európa nem tud egységesülni. Abban a pillanatban, ha Európa egységesülne, ez olyan amerikai érdekeket sértene, hogy mindent megtenne az USA, hogy Európa valóságban ne egységesüljön, de távol vagyunk. Te mondtad Brüsszelt, elnézést. A párizsi merényletig Brüsszel azon részeiben, ahol döntően terroristák laktak, és sok terrorista volt. A belga rendőrség nem tudott bemenni, mert félt attól, hogy mit szól a lakosság ahhoz, hogy leszámolnak terroristákkal. Csak Párizs után tudták Brüsszel meghatározott részeit átvésülni. Tehát rendkívül nagy Európa lemaradása. Tehát nincs más, mint hogy ehhez hozzászokunk, hogy ez mostantól kezdve bármikor, bárhol. A megoldás nem látszik. Hát akkor a válaszom az, hogy novemberi amerikai elnökválasztásig nem lesz megoldás, és Európa addig földrengésekkel fogja nézni, hogy velem mi történik, mert a merényletek jelentős részét nem tudja megakadályozni, sajnos. Hát, azért ez nem túl biztató. Nem túl biztató, amit mondasz egyébként. Igen, kéne az összefogás, de hát ez nem látszik. Mindenki a saját pecsényét sütögeti, ki politikai tőkét kovácsol belőle, ki nem, de igazából egységes összefogás nincs, közben ártatlanok halnak meg, ez pedig így nem van. Nagyon mehet tovább. Jött egy érdekes felvetés. Még egy megjegyzés, ne haragudjatok. A párizsi merénylet után Európa elment Párizsból, átölelték egymást és végigmentek. Most Brüsszelnél már csak a részvét táviratok mennek. Ebből azért le kéne vonni következtetéseket, hogy az x-edik merénylet után Európa már nem ugyanúgy reagál. Ezt sem merjük mondani. Jött egy érdekes felvetés az egyik hallgató részéről, hogy a muzulmán közösségek, akik például Brüsszelben laknak, mit szólnak ehhez? Természetesen elhatárolódnak, ha nem ezt tennék, végük lenne, de azért annyit látni kell, hogy ezen muzulmán közösségekben is nagyon sok az elsőséges, de aki most kiállna ezen merénylet mellett, az politikailag kiiktatná magát. Tehát az, én néztem ma reggel már a muzulmán közösséget nyilatkozatait, persze, hogy mindenki elhatárolódik.
elhatárolódik. Minden állam elhatárolódik papíron, a valóság mindig más. Hát nagyon szépen köszönjük, jó munkát. Tudjuk, hogy sok van. Kérek, hogy ilyet mondtam. Köszönjük. Köszönjük legyen a Nógrádi tanár úrnak. Köszönjük, ciao, hello, hello, szép napot. Igen, kevés, akkor jó, ha neki kevés munkája van. Na jó van, hát mindenki emészgesse a hallottakat, nem nagyon tudunk ehhez mit hozzáfűzni. 7:30 múlt, pontosan 2 perccel jövünk Ákos hírei után. Morning Show. Ez itt a Morning Show. 3:48 van, pontosan szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hát nem indul olyan vidáman a reggel, mint amihez hozzászoktatok, de azt gondoljuk, hogy hát mindenképpen körbe kell járni ezt a témát, és beszéltünk ugye egy szemtanúval, aki ott volt, Zsigmond, ugye a Magyar Vöröskereszt elnökével és a mentőszolgálat vezetőjével, régiójának igazgatójával, aki ugye hát ott volt a robbanás pillanatában 50 méter a metró megállótól, és elmondta, hogy mi történt, meg mit tud ilyenkor az ember csinálni. Hát az ő esete ugye speciális erre képezték ki, és nyilván nem estek pánikba, nem tették a dolgukat. Egy hidegvérő profiként rögtön azt tette, amire kiképezték. Ez fantasztikus szerintem. Elképesztő volt őt hallani, igen, és utána ugye Nógrádi Györggyel beszélgettünk, hogy hát mi lehet a megoldás. De ő sem tudta vázolni igazából, hogy mi lehet a megoldás. És amit ő mond, szerintem abban nincs igaza. És ezzel lehetne vele vitatkozni, hogy az egyértelmű megoldás az iszlám államot meg kell semmisíteni és le kell bombázni. Hát könyörgöm. Tehát, hogy azért itt ez ugye most már mindenki elmondta, hogy itt egy hitrendszerről, egy eszmerendszerről van szó. Azt nem tudod kiírtani. Ugye a másik, amit nagyon sokan kérdeznek, hogy most én mit gondolok a menekültekről, meg erről az egészről, hogy én védtem őket. Úgy látszik, még mindig nem tiszta a dolog. De megint kiderült ugye, hogy és azért ezt nagyon sokan mondják, hogy igen, lehet, hogy a menekültek között is bejöttek. Természetesen ez elkerülhetetlen. De megint az látszik, hogy azok, akik ezt kitervelik, a szerzők, azok az úgynevezett helyi terroristák, akik egyébként már több generációta itt élnek, és akár itt is születtek egyébként. Nem? Persze, azért ezt érdemes megmondani. Szélsőségesen radikalizálódtak, és egyszerűen ők az eszmei kiötlők, ami azt bizonyítja, hogy nincs egységes megoldása erre egyébként Európának. És akik felrakják magukra a bombát, lehetnek nyilván menekültek, és ez is szörnyű, hogy ők ide így be tudnak jönni, de az eszmei kiötlők azok itt élnek már köztünk egyébként hosszú ideje, és nem találják a helyüket Európában. És erre sincs megoldás, és erre sincs semmiféle képlet, hogy lehetne őket úgy integrálni, hogy ne az legyen bennük, hogy akkor mi nekünk ez a megoldás. Az iszlám állam nem egy 40 négyzetkilométer nem. Élő csapat, ahol ledobsz egy bombát és megoldódik a történet. Őket keresheted akkor Londonban, Párizsban, Brüsszelben. Hát ez a Szalam Abdeszlám, akinek kávézója volt, amit te mondasz. Igen, Mollemben meg kávézója volt, és ugyanoda ment vissza. Senki nem kereste azon a helyen, ami persze kézenfekvőnek tűnik, de nyilván a biztonsági szolgálatok is úgy gondolkodtak, hogy hát csak nem megy oda-vissza, ahol egyébként élt. De igen. De visszament. Igen. De visszament egészen meredek. És amúgy én szerintem azt nyugodtan kijelenthetjük, hogy ebben a műsorban soha nem védtünk ilyen embereket. Hogyha valakit itt védtünk, azok olyan emberek voltak, akiket egy háború, egy hitrendszer, szélsőségesek, terroristák a saját otthonukban, a saját hazájukból elüldöztek. Ők csak lásd a szírek. Most sem szírek voltak, és az elkövetők sem szírek voltak. Tehát, hogy nagy különbség van köztük azért a valódi menekültek között, például a szírek között, meg azok között, akiknek most mondjuk átmosták az agyát. És ugye ez további kérdéseket vet föl. Tehát, hogyha arról beszélünk, hogy azok az emberek, akik radikalizálódtak, és mondjuk 20-30-40-50 éve már nem találják a helyüket Európában. Ugye a veszélyes az, mert most abból a szempontból igazuk lehet azoknak, akik félnek a menekültektől, hogy most bejött x 100 000, akik 30-40-50 év múlva, ha Európa egyébként nem talál valamiféle megoldást a mármint az európai társadalom a bevándorlók integrációjára, akkor még 3 vagy 400 000 elkeseredett ember lesz 20 vagy 30 év múlva, akik szintén ellenünk fordulnak. Nem? Uh-huh. Akik most még ártatlanul jönnek be, és azt gondolják, hogy hát itt még van valami remény, és nem feltétlen terrorcselekmény lebeg a szemük előtt. Viszont erre nem lesz egy egységes politika, csak az, hogy ne jöjjenek, és a kerítés úgy állít meg senkit tényleg, akkor viszont ők ugyanolyan elkeseredettek lesznek 20-30 év múlva, vagy 10 év múlva, mert nem találják meg a számításukat. Nem? Igen, igen, de nyilván nem Európán belül van feltétlenül a megoldás, nem lehet tudni. Tehát, hogy nem tudsz, erre se tudsz jó megoldást. Tehát engedj be mindenkit. A, B, old meg a problémáját. Nem megoldás, az engedj be mindenkit, de soha ugye? Nem is mondtuk, így és van. Senki nem mondta, ezt én sem mondtam, de az engedj be mindenkit, ez nem. Tehát ez nem megoldás valójában. Meg egyfajta megoldás nincsen. Tehát nincsen olyan, hogy leírod egy mondatba, hogy mi a megoldás, ilyen nincs.
Ilyen nincs. Tehát, hogy az, hogy most így a biztonsági ellenőrzéseknek a megszigorítása egy módszer. Egy módszer megállítani őket a szírhatáron, egy módszer támogatni ezeket az országokat, hogy újra talpra álljon a gazdaságuk, hogy ezeknek az embereknek ne legyen oka arra, hogy eljönnek, hogy legyen béke. Ez egy nagyon-nagyon összetett dolog. Tarjani Péterrel láttam tegnap egy beszélgetést a televízióban, és ő mondta, hogy itt nem hónapokban kell gondolkodni, hanem években, évtizedekben. Jó, és mi van azokkal, akik itt élnek már hosszú ideje Európában, Brüsszelben? 20 éve, 30 éve. Most hazaküldöd? Tehát velük mi van? Akik már azt mondják, hogy én itt születtem, de nem vagyok elégedett azzal, amit én Európától kaptam. Aki nem tudta, mint rejtekintve afrikai, arab, vagy afrikai. De már itt született. De belga állampolgár. Belga állampolgár, nem tudtam integrálódni, haragszom rátok, ezért robbantok. Érted? Azokkal mit csinálsz? Tehát itt egy kérdés az, hogy kik azok, akik ellenőrizetlenül bejönnek. De egy másik nagyon fontos kérdés, hogy akik hosszú-hosszú ideje, generációk óta itt élnek, lásd Franciaország, nem tudják egyszerűen integrálni őket, nem tudnak nekik rendesen munkát adni, rendesen tanítatni őket, mind Európa ellen fognak fordulni. Ők aztán nem azok, akik most beáramlottak, hanem akik hosszú-hosszú ideje itt élnek. Arra sincs megoldás, a franciák se tudták megoldani. Nem? Szóval, hogy ezért ez egy sokkal összetettebb dolog, persze, mint hogy azt mondani, hogy na most bejöttek, és ez ezért ők van. Ők a hibásak. Ők a hibásak. Hát, tehát, hogy alapján véve azért ez nem feltétlen így van. Tehát a dolgok mögé kell látni. Ez a home ground, ugye? Ez, hát, hogy ott helyben nőtt föl. Már ott született európai állampolgárként, mégis rád robbantja a repteret. Hát akkor itt többről van szó, mint arról, hogy most bejött 100 000 ember, aki közül mindenki terrorista. Tehát ezen kell átlátni, ez nem így van. Nem. Ez egy hihetetlen. És ez sokkal veszélyesebbek, akik már itt születtek. És haragszanak ránk, és rád, rám, akik viszont évszázadok óta itt élünk. Ő viszont 50 éve, és azt mondja, nem vagyok boldog, nem találtam meg, akkor robbantok. Uh-huh. Szóval, hogy... Ugyanakkor meg pár évvel ezelőtt azt ígérték neki, vagy a felmenőjének azt ígérték, hogy igen, te ugyanolyan jogú európai állampolgár lehetsz és leszel, mint amilyenek azok, akik itt élnek 500 éve, így vagy van, 1000 éve, hogyha felmenőiket nézünk. Így van. Tehát akkor ki a hibás? Az európai politikusok, a vezetők, a megoldatlanság, a tökéletlenkedés és az, hogy nem tudjuk őket integrálni. És most nem arról a 100-200 ezerről beszélek, aki most jött be, hanem aki itt él. Tehát mert nyakig benne van mindenki egyébként. Ebben ez az érdekes. Igen, csak senki nincs, aki olyan megoldást tud most mondani, ami elfogadható mindenki számára. Vagy senki nem meri vállalni, hogy ez van, gyerekek, el kéne menni. Igen. Tehát, hogy az érzelmeinkből indulunk ki, akkor mi is azt mondanak, hogy persze minden rohadt terrorista száradjon el egy kötéllel a nyakán valahol. Hogyne? Persze, de senki nem támogatja őket, és senki nem mondja, hogy jöjjenek, és senki nem mondja, hogy engedjünk be mindenkit. Nem, amikor én azt mondtam, hogy emberek, nagyokat gyerekek, mondani, mi is tudunk, de szírek fekszenek a keletiben, azt ne engedjük. De még mindig nem hallottam volna, hogy szír állampolgár egyébként robbantana. Mert nem róluk van szó. Ők azok, akik valójában ártatlanul egyébként háború elől menekülnek, és nem akarnak más, mint normális. Bárki, aki terrorcselekményeket szervez meg és követel, annak semmi keresnivaló nincs az Unióban, az bíróság elé kell állítani, el kell ítélni, a lehető legsúlyosabb következményeket kell a nyakába varni a dolog miatt, de hát ez lehet bárki. És lehet azt mondani, hogy ők nem akarnak integrálódni, ez is nagyon benne van, így van, abszolút. Látszott a kölni eseményeknél, hogy rettenetesen nehéz lesz őket, lehetetlen, de nem is kaptak arra lehetőséget, és ezt nem mondjuk ki, akkor nem nézünk szembe a problémával. Hogy egyenjogú állampolgárként tekintsünk rájuk a Franciaországban élő muszlim közösségre akár. Nem integrálták őket. Hiába mondják, hogy nem is akarnak, de hogy nem, azért van olyan, aki akar. Persze. Tehát azért ezt a legkönnyebb mondani, hogy ők nem akarnak. Persze, van egy olyan réteg, aki nem akar, és az a megoldás, hogy köveket kap föl, és neki ront a kerítésnek, és kövekkel dobálózik. Azzal nem tudsz nagyon mit csinálni, az nem akar integrálódni. De volt azért egy olyan réteg, aki akart, és akinek megvolt a megfelelő szellemi kvalitása, csak nem kapott rá igazi lehetőséget, mert mindig úgy tekintettek rá, hogy na te ott egy bevándorló vagy, és te nem veszed el a munkámat. Tehát itt is azért árnyaltabban kell látni szerintem, mint hogy most akik írnak, hogy na Balázs, erre mit mondasz, most akkor mindenki menje, azért le kellett volna lőni az első 600-at, aki bejött, meg ilyeneket írtok. Tehát hogy azért ez egy sokkal összetettebb, bonyolultabb probléma annál. Hát azért annak lett volna egy következménye. Hát ez sosem volt, és nem is lesz megoldás. Érdekes a dolog, szomorú is, és hát vége a békés Európának, ezt ki kell mondani. Nem? Igen. Tehát ebben az értelemben ennek az fajta Európának ez leáldozott. Vége van. Igen, amikor és hol a kérdés sajnos. Amikor is hol, így van. Na menjünk tovább egy kicsit vidámabb dolgokkal. Játszunk, már is itt van a játékosunk, a kérdés, mit mond óra? Visszafelé beszélünk. Lész hevére a szív. Hozzájállat, élet a szívben. Aki kérdez... Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. Aki válaszol... Halló, jó reggel! Sziasztok, Reni vagyok. Reni, hello. Szia, Reni! Hello, Reni! Na, bizukava!
Minden oké. Reni, már is mondom, mit tudsz kitalálni. Van egy tárgyunk, egy híres emberünk és egy szólásmondásunk. Akkor a tárgyat választom. Tárgyat választod, óra indul, figyelj, fél perced van, mutatjuk. Akcokóbod. 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 Na, akcokóbod, megmutattuk kétszer, mutatjuk még egyszer, csak akkor már ki kell vennünk valamit. Akcokóbod. Dobókocka. Ügyes vagy. Igen. Az utolsó utáni pillanatban dobókocka, jól van? Jaj, de jó. Megvan az ajándékcsomagod. Jaj, de jó, köszönöm szépen, nagyon örülök. Régóta vadásztál-e? Nem, tegnap telefonáltam, akkor nem sikerült bekerülni, úgyhogy ma összejöttünk, nagyon örülök. Persze, hát sokan próbálnak bekerülni a játékba. Reni, köszi, küldjük az ajándékcsomagot. Oké, köszi. Köszönjük. Ciao. Hello. 5 perc van pontosan, 8 óra jövünk Ákos hírei után. Klassz FM hallgató. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. 8 óra után vagyunk pontosan, 9 perccel. Mindig kedveltem Tina Turnert, kaptuk. Mm. Kaptuk ezt az SMS-t, ezt nagyon, nagyon szeretik. Tina csodás. Így van. Egy Brian Adams dal után itt vagyunk. Ajaj, vannak friss közlekedési híreink, mindenki vigyázzon az Alkotás utcában, a Bak felé, a Mon Parknál útjavítás van, egy sávra szűkül a forgalom, gyalogkakuk küldte nekünk. UFO Zsolték jól tolják. Óriási dugó van a gyorsforgalmi úton, mert két ukrán rendszámos kamion nem figyelte a magasságkorlátozót, és most tolatnak vissza körülbelül 2 kilométert. Hatalmas káosz van. Mikey küldte nekünk. M0-ás, az M1-es irányában körülbelül 10 kilométeres a dugó a baleset miatt. Úgyhogy mindenki kerüljön. Mondom egyébként, hogy a 21-es kilométernél áll a sor vége az M1-es felé, az M0-áson. Ha még valaki előtte van, kerüljetek, nem lehet eljutni a 0-áson az M1-es felé. Óriási dugó van. 20 is elküldte nekünk. Köszönjük szépen. Ráadásul visszatérve a gyorsforgalmira, ott két kamion a szembe sávban tolat, csak hogy szexibb legyen a dolog. Oh. nem is értem, hogy tudták kijelni. Újpesten a Baros utcánál a háromlábból rábúról csinálnak szexi fotókat. Ezt is kaptuk SMS-ben, vigyázzon mindenki. Budai alsó rakparton a szokásosnál egy picit jobban lehet haladni. És hát nagyjából ez a helyzet, ennyi jött. Sajnos az elmúlt napok eseményei miatt elmentünk egy olyan hír mellett, amiről mindenképpen szerettem volna beszélni, mert számomra egy fantasztikus dologról van szó, és én nagyon örülök neki, már a dolognak az előzménye is csodálatos, ott mi is beszéltünk annak idején róla, ugye 2002-ben csoda történt egy spanyolországi kisvárosban, Bóriában. Biztos mindenki emlékszik ugye a Bundás Jézus történetére, ugye volt a helyi kis hitközösségnek egy 85 éves tagja, Cecilia Jimenez, aki úgy gondolta, hogy a helyi kis templombocskában lévő Jézus freskot, ami már elég rossz állapotban volt, ő majd az otthoni kis készletével, mert hát ő nagyon jól fest, ő majd azt mondja, hogy kijavítgatja, és hát nem sikerült túl jól, ekkor született meg a Bundás Jézus, vagy más néven Moncsicsi Jézus, és hát gyakorlatilag 4 év leforgás alatt eljutottak odáig, hogy mostanra egy látogató központot kellett létrehozniuk, mert írd és mond, 175 000 ember látogatott el ebbe a spanyolországi, észak-spanyolországi kisvárosba, hogy megnézzék a Bundás Jézus. Soha Bundás Jézus, így van. Soha senki nem mondott. Senkit nem érdekelt addig a város a helyeken kívül. Dübörög a merchandising. Pullók, bögrék, hihetetlen. Elképesztő, rajzolhatsz is egyébként, kapsz egy kis saját Bundás Jézus, illetve egy eredeti Jézus képet, amit te átformálhatsz Bundás Jézussá, vagy olyanra javíthatod idézőjelbe, amire csak szeretnéd, és zseniális volt. Most felidézték azokat a régi képeket, amikor ugye először szegény Cecilia-t megszólaltatták az ügyel kapcsolatban, sírva mondta, hogy ő csak jót akart, és azt hitte, és hogy valószínűleg azért, mert nedves volt a fal, azért folyt meg a dolog, hát akkor ugye sokan keresztelően se akarták szegényt feszíteni, de végül is így megbocsátottak neki, és a legjobb az volt, hogy megszólaltatták azokat is, akik a festőnek a leszármazottai voltak, és mondták, hogy ők is először restaurálni szerették volna, de amikor megjelentek az első 10, 20, 100, 200, 500, 1000
látogató, akik látni akarták a bundás Jézust, mondták, hogy nem nyúlnak hozzá. Hát ennek semmi értelme. Nagyobb biznisz van benne, hogy kihagyják. Tehát azért a javítás pillanatát képzeljük el egy pillanatra, hogy a nénye egyébként este egy pici kis ilyen hatkorongos kis kékszínű, világos kékszínű kis, tudod? A kis festőpalettájával. Megérkezett, betört ide, bemászott, és azt mondta, nyaj, hát nem, ez nem jó így alanyom. Gyere ide, sem kiavítanak. Megnyál azt az ecsetet, belerakta a világos kék korongba, majd azt mondta, hogy fog örülni Pedro Padre holnap? Azt mondta, a kutya fáját a létrát elfelejtettem, visszamegyek. Visszament a kétlábú létráért, ráállt, és egy kicsi kis hatkorongos ecsettel ő ezt neki állt kiavítani, majd hajnalban, amikor jöttek az őrök, nyitották, nem akasztanak, mit csinál? Csak retusálom. Jó aranyom, dolgozzon, csak nyugodtan. És ez csak egy borzadályt varázsolt, tehát itt bárki bárhol bemehet retusálni. És reggel bement Pedro atya, meghajlított a térdét, ránézett a falra, szokás szerint. Nem, egyébként az alkotói folyamatok, ugye van az a része, amikor még nem tudod, hogy mi lesz belőle. Lehet, hogy Pedro atya ezt már látta a közepén. Alakul. Tudod, jó lesz. Nem, már kész vagyok. Várjuk meg a végét, ez csak alapozás. És ő vajon, amikor elrontotta, ő tudta, hogy elrontotta, vagy ő elment reggel, letette az ecset, és azt mondta, nagyon szép lesz. Most megyek, főzök, van, menjön az unokám. Igen. Tehát, hogy ő azt gondolta, hogy egyébként gyönyörű, kint van a Facebookon. Összedobok pár tapaszt. Igen, mindenki rakjuk a Facebookra és az Instára és a képet, csak hogy azok, akik esetleg nem látták, annyira maguk elé tudják képzelni, ha tudtok internet közelben lenni. Tehát, vagy ő úgy ment, hogy jaj, nem. Hát, nem most már mindegy. Igen. Tehát, hogy benne mi volt? Hogy húzom a szószéket, hogy eltakarja, hát a nem veszi kész. Tehát, hogy ő mit gondolhatott vajon, amikor ez elkészült, hogy ez valójában szép lett és hasonlít az eredetihez, vagy azt mondta, hogy te jó Isten, de most már nincs visszaút. Én sírtam rajta. Zseniális. Ez gyakorlatilag egy úszkár és egy barna medve kereszteződése, bocsánat, Jézus nevének ugye ilyen formával meg, akit szájba vertek egy serpenyővel. El van tolva az arcsa egy rettentő fura, annyira bizarr az egész látvány, hihetetlen. De ha valaki esetleg borjába tévedne az elkövetkező időkben, az hozza már nekem XS-es vagy S-es pólót szeretnék a bundás Jézusból. Így hívják, hogy bundás Jézus. Zseniális. Hogy nem zárták be ezt a spanyol kápolnát? Tényleg? Tehát, vagy a néni és várta, mekkora hiba lett volna, hogy ő most retusálhasson, és bennmaradt? És azt elbújok ide a szószék mögé. Elbújt, és éjszaka elkezdett dolgozni úgy, hogy nem vették észre, hogy ő bennmaradt. Hát ez az egész történet nagyon azért nagyon nagy rejtély. Valaki csak így hirtelen odafér egy ilyen freskóhoz. Hát és másnap reggel mentek a radikális hívők kiegyenesített kasszák. A Cecília, tudjuk, hogy benn vagy, gyereki. Vállalod a felelősséget. 175 ezer ember. De milyen jó fejek, hogy nem az van, hogy ezt állítsuk le, mert ez ugye a kereszténység megcsúfolása, hogy egy ilyen miatt jöttök ide, hanem azt mondjuk, hogy gyerekek, bevásárlóközpont, vagy látogatóközpont lesz, és merchandising. Igen, a póló. Igen, és megszólalt, és azt mondta, hogy ő először nagyon megrémült, de amikor látta, hogy ennyien jönnek, akkor már örült, hogy ő is tehetett valamit a városkáért. És azt mondta, hogy hát ő megijedt, amikor megfolyt a festék picit, de hát nem számított arra, hogy ugye ez a vízfesték így megfolyik a képen. Hát nézzétek meg tényleg, szerintem a Facebook oldalra Viki már kirakta, szenzációs. Felfoghatatlan. Szerintem nem így történt, mert ő valószínűleg tényleg csak egy ilyen meglepetést akar, de az igazi az lett volna, hogy ha van egy korrekt átad ünnepség, le van takarva egy lepedővel, mindenki ben van, mindenki szépen ki van öltözködve, az kis ünneplője, mindenki várja a nagy leleplezést, és akkor Cecil oda megy, és lelátja a leplet, és azok a fejek. Gondolod? És mindenki így összetas. Úristen. Csend. És a néni vajon otthon gyakorolt? És már a kézművet vitte oda fejbe, nem, és aztán most már nekiállok. Kidolgozta otthon papíron vízfestéket, csinált egy kis kicset, vagy tényleg ez egy kapott egy kis fényt, neki rontotta a képnek, és elkezdte átjavítani. Tehát, hogy ez annyira jó az. Történetett annyira jó az. Nagyon kell csinálnunk egy saját Eszterházi Madonnát például, vagy valamit. Tehát nem. Igen, ő 80 vagy 78, 80 éves, tehát hogy valójában tényleg 85 már. 85, egy nagyon idős asszony Károly. Asszony Károly. Szerinted? Hát mit tudom én? Kicsit a nézd már meg a bundás Jézus, szerinted ő mi? Ha ő így akarta, akkor szép. Jó, nagyon érted. Igen, mondjuk, hogy hívják, hogy egy Picasso képet megnézel, és mondjuk nem vagy hozzáértő, vagy nem rajongsz ezért a stílusért, akkor ott is rákérdezel, hogy most ő festő. Nagyon bot csinált a restaurátor ő, tehát azért ő a festőtől nagyon messze van. Egy nagyon szimpatikus autodidakta. Igen.
Még egy templomi sztorit hadd hozzak már be tegnap előttről. Nem tudom, hogy van-e még időnk. Kérem szépen, Máté Szalkára fogunk ellátogatni a következő képpel. Nem tudom, hogy megvan-e nektek a történet. A Máté Szalkai lelkész fotózta le a következőt. A templom ajtaját látod, mutatom neked. Ja, igen. Figyeljetek, hát ez óriási. Ugye El Károly van látható a képen, aki nem ismerte, ezt is föltesszük majd. Ugye a templom ajtaja alul ki van törve az üveg, és mászik ki rajta egy ember, de a legjobb mondatot, amit én magyarázkodásként hallottam valaha, azért mentem a templomba, hogy megfogadjam a lelkésznek, hogy soha többet nem iszom, de közben meggondoltam magam, és inkább megpróbáltam megszerezni a persei pénzt. És elaludt, amikor a fotót készítették? Tehát ő úgy mászott be, hogy közben kicsit el is aludt? De szerintem ez most a kimászás pillanata. Már tettenérés. A tettenérés. De egyébként tényleg tök úgy néz ki, mintha ő elaludt volna itt. Tehát a kimászás betörés közben. Úgy néz ki, hogy betörés közben, ráadásul el is aludt volna egyébként. Mondjuk a persei lefeszegetés és ellopás, az is már tényleg a legaljabb. De figyelj, de az a duma, hogy azt mondta a Karcsi bátyám, hogy ő azért ment, hogy tényleg ő soha többet nem iszik. De azt egy egyének bizonyult. Főleg nem gyógyszerre. Ja, igen. Ez is a hírben volt. De ha már ben voltak, akkor csak elviszem a persejpénzt. Geniális egyébként. Gyónni mentem, de a fenében nem éri az meg, inkább akkor elvittük a persejpénzt. Na, ha már ennyi kulturális dologról beszéltünk, és templom tényleg, és kápolna. Így van. És Moncsicsi Jézus. És Moncsicsi Jézus, igen. Elfejtettem nektek adásban elmesélni, hogy két nappal ezelőtt színház látogatást tettünk Viktóriával. Elmentünk egy kicsit kulturálódni. És hát nem kisebb darabra, mint a lepkegyűjtőre sikerült eljutni. Hát ezt mondtam, Berecki Zoltán főszereplésével. Az ki? Ne hozz zavarba. És eljutottam, én elfelejtettem adásban mondani, hogy most megyek, mert akartam az Olinak üzenni, hogy készüljön. De mint hallottam, mint Laci elmesélte, ő volt annyira jó fej, hogy szólt az Olinak, hogy ott lesz. És az Oli mondta, hogy ne, Léci, mondta, hogy mikor jön, kérdezte a Berecki a Lacit, és mondta Laci. Még egyszer át kell nyálaznom a szövegkönyvet, nem hibászatok. Jövő héten csak egy darabot játszunk, tehát hogy csak egyszer játszunk. Középen. Elől. Középső, nem. Az kell. Az kell, hogy beülni az első sorban mozdulatlanul. Egy teljes sorban megvetted az összes jegyet, hogy csak te üljél benne. Nem, ráadásul az 50. előadás volt, tehát egy jubileumi előadásuk volt, ahol a végén ők beszédet mondtak, tortát vágtak, tehát egyébként baromi helyesek voltak, és... Orosz krém volt, felmentél? Én is szeretem. Szeretnék én is szólni kicsit, Zolika. Add azt a kést ide egy picit. Zolika, orosz krém? Tehát tegyetek már félre. Igen. Figyeljetek, elképesztően jó benne. Tehát, hogy és higgyetek el, ez nekem azért nehéz kimondani. Igen. De hogy tényleg nagyon jó benne az Zoli. Botanikus játszik, hogy ez mi ezzel? Nem, a lepkegyűjtő elrabol, ő egy pszichopata sorozatgyilkost játszik, ketten vannak a színpadon összesen, ugye az áldozat, és ő maga a lepkegyűjtő, és arról szól, hogy ő egy szobába bezár egy kislányt. Aha. És innentől kezdve, ugye hát aki ismeri ebből a filmet, a könyvet, ugye hát az tudja, hogy miről szól a dolog. Nagy bestseller volt annak idején. Így van. Ketten játsszák az egész darabot, másfél óra szünet nélkül. Nem mondom el, mi a vége. Teljesítmények nagyon komoly fizikai teljesítmény. Költséghatékonyság miatt, vagy pedig nem sorogálják. Nem, elfogyott a puncskocka a büfébe a Centrál Színház, és ezért azt mondták, hogy akkor ne legyen szünet. Játszátok már végig. Elfogyott a sajtosról, meg a puncszerek. Ezek hatan játszanak, legyetek ketten most. Jó, igen. És hát meg kellett örökítenem a pillanatot, mert hogy van egy... Amikor kiszúrt. Amikor egy ilyen kinézett, és akkor a kezét oda tett a szembe fölé, mert a szembe fények, de ne? Te vagy az? Hát ez meg... Hát fia? Így? Hát ez jó. Hát ez egy pofám leszakad. Nem ég labbőr a képen. Eljöttél az előadásomra. Meg kellett örökíteni, ugyanis van egy óriás plakát, ment már a színházban. Na most ugye azért ott az ember kulturáltan viselkedik, megvártam, míg mindenki bemegy, mert csak néhányan voltak a ruhatárban, és gyorsan odaugrottam a Berecki fotó mellé, és hát muszáj volt egyet szelfizni Bereckivel. Hát, figyelj, azért a kép magáért beszél, hogy a Berecki van a közepén egy ilyen nagyon-nagyon kemény, szigorú arccal, és mellette. Itt a csodálkozó fejjel oda lépett. Amit keresek én itt az arcomon. Hát persze. Igen, kettőtök duettje mellett Ágoston Katona egy picit háttérbe szorul, de Jézusom. Igen, de várj gyerekek, szóval, el kell ismerni, szerintem valaki attól emberi, hogy sokáig... Kérdez egybe, nekem
képzeljétek, hogy egy teljes alakos kép lenne, nekem az jut az eszembe, hogy a karjában ülsz. Igen. Te vagy az ő kicsi fia. Az Instagramon fönn van, ha feljöttök az Zsediális. Instagramra, akkor ott láthatjátok. Tehát hogy tényleg jó benne a Berecki, és meg kell dicsérni. Dicsérni ugyanúgy kell tudni, gyerekek, mint ahogy azért mi sokszor, hogy én megmartam. Mi nem tudjuk ezt mondani, úgyhogy te látod. De az arányok maradjonok ilyenek, hogy ahányszor te megmartad, és akkor egyszer megdicsérni. Tehát, hogy legyen ez a... A történet nagyon jó, mert a gyereknek az óvodájában mindig árulnak színházjegyet. Egy hónapban egyszer. De nem nézted meg, mit veszel. Bementem, és azt mondtam, elküldöm a családot szórakozni. Illetve hát magunkat, ugye, csak aztán kicsit túlvásároltam. És három nagy... Csokolomereskiléri, hagyjuk tava, diótörő, lepkegyűjtő, az meg mi a... adjon kettőt. Talán nem vagyok ennyire bunkó, mint ahogy ábrázol, az nem volt az, hogy adjon abból, ami olcsó, mondtam a színházat. Néninek. Valamit, valami ózós. Igen, Terminátoros, nincs egy Star Wars-os. Elküldöm a családot. Nem tudtunk elmenni egy előadásra, azt odaadtam agyosomnak, száll a kakuk fészkére, síró görcsöt kapott a végére, annyira nehéz a darab. Hát mondtam, de tudtam, csak hogy átadtuk neki igazából. Szórakozom, mama. Vettünk neki egyet születésnapjára, hogy akkor szórakozzunk. Anyósom így jött ki. Tudta, hogy miről szól a darab, nyilván tudjuk. Mikor anyát szeretem madarakat, nem? Jó. A száll a kakuk fészkére kéreket. Tudtuk, hogy mire küldjük, de nem volt annyira felkészülve, hogy azért ez ennyire nyomasztó. Vikit elvittem egy hétfő este, hogy mulassunk egy jót a lepkegyűjtőn, egy sorozatgyilkosra, óriási volt, tehát nagyon vidáman jött ki. Csütörtökön pedig Rudolf Péter, mégis kinek az élete, ahol egy mozgássérült orvos játszik. Arra sikerül elmenni, úgyhogy a család szórakozik színházban. Igen. Hát csak a humor, mi csak a vicc, csak a nevetés. Kíváncsi vagyok, szerintem jó darab lesz, amiket hagyjuk ki, de hogy szerintem nincs vele baj. A Rudolf Petéknek van ugyanitt a centrálban, mégis kinek az élete, nehéz darab. De általában zseniális. És nagyon jó, csütörtökön ezt játszák, úgyhogy így színházazom. Mondta Viki, nem, egy vidám darabra nem akarnánk, esetleg valahogy véletlenül. De a végén úgy jöttetek ki róla, mint Frank és Jane a szakaszról a csupasz pisztoly. Jó, jó, nem szombaton levezetünk egy Misi Mókussal a gyerekkel. Nem köszöntél be előtte az öltözőbe. Zoli, óriási lett volna. Halló, tessék! Mondta, hogy ne zavarjatok már, most már szellemülök át. Zoli! És akkor, na ki van itt? Ja! Nem, és Zoli elmondta a Lacinak, ami szerkesztőnek tök értett, hogy ő nem akarja tudni, hogy ki jön el az előadására. Hogy ki jön el, nem akarja. Laci, jövő héten megy. És tovább sétál. És tovább sétált a Lacke. Jövő héten megy, a Zoli meg ott, de jó, csak egy van. Érthető oldalon, hogy a színészek nem mindig akarják tudni, hogy ki ül ott. De gondolkoztam egyébként, hogy ezt így, hogy tényleg hogy lehetne megspékelni, hogy előtte bemenni, vagy valahogy, de aztán persze, hogy nyilván, mert kulturáltan is verítékes lett a homlókkal, elsétált mellette valaki, hát. Zolikám, jól vagy? Ők amikor kijönnek, és ugye tapsolsz, és visszatapsolod őket, akkor ők látnak valamit a közönségből? Vagy ugye szembe lövik őket lámpával? Hát szerintem lehet, hogy ő kilépett egy picit, hogy kijebb, hogy lássa. Hogy okay, biztos, hogy nem volt. Kiabált, hogy ez az! Király vagy! Nem vagyok paraszt a színház. De persze, miközben ettem a pattogatott kukorit. Igen, az a baj, a nachos mindig lecsöpent az ölemből, annyira kicsik ott a... Ki ez a Latinovics? Hogy ez van? Ki az a latinos? Az a tényleg jó darab. És most a kerek egészet énekel, de... Igen. Nem, mert gondoltam, hogy küldetek neki. Küldet kerek egészet. Mi az a dalál? Be kellett volna mondani. Jó, kerek egész a végére, tedd ott a testet. Így van, jó volt a végszó, így kerek egész! Vagy mondjuk virágot küldetek az öltözőjébe, azt nem lehet. Azt szokták régen csinálni, ugye? Te virágot küldetek. Hát azért. Miért? Balázstól szeretettel ma este látjuk egymást. Inkább küldj egy szerencse patkót, vagy nem tudom, ide virágot. Tehát az előre adják oda, vagy utólag adják oda? Százvörös rózsa. Szerintem minden egy nagy virágcsokrot küldök neki. Utólag adják oda? Mondjuk az a jelenet meg valamikor behozzák, és azért is. Hát ez meg kiküldte. Csodás. Vagyok a... Sebesség van. Oh. Mert a végén vagy feldobsz virágot, vagy az öltözőbe küldetsz virágot. Na hát a feldobás is szép lett volna egy tulipán csokorról. Vigyázz, kaspós! Cserepes! Kapd el! Tényleg, szóval megjegyezni. Ha az ember ekéz valakit, akkor ugyanúgy el kell tudni mondani, ha valaki egy darabban jó, és az Oli ebben tényleg egyszerűen fantasztikus. Tehát, hogy nagyon, nagyon jó. Na, ha már színház... van még valami ajánlatod? Ne, egy a pesti műsort szeretnék felütni a 26. oldalon. Nem, a londoni színház, de kitalált egy nagyon jót,
És abszolút kapcsolódik a témánkhoz, hogy zöld lézerfénnyel világítják meg azt, akinek megszólal a mobiltelefonja rezgő állapotban is akár. És kiégetik a retináját. Ez a lézerfény, ez az előadás alatt végig megmarad. Rajtad. Nekem egyébként a mellettem ülő Palinak rezgő megszólalt a telefonja, baromi kellemetlen, asszonykája elkezdte keresni, majd 10 percig veszekedtek, hogy miért nem kapcsolták. Rettenetesen szórakoztató volt. És a színház meglő téged valahogy fölülről, valamilyen napon érzékelik, hogy kinek szólalt meg a mobiltelefonja, egy lézerfényen, egy lézerhálót vonnak köré, ezt Londonban csinálják, és az egész előadás alatt te ott ülsz, úgy, hogy már meg vagy lőve egyébként, meg vagy jelölve, és mindenki tudja, hogy neked szólalt meg a mobiltelefon. A végéig ott marad? A végéig ott marad, igen, ezt így csinálják, hogy tehát nem tudsz elmenni sehova, ott ülsz, és tudod, hogy te voltál. Szakadjatok már rólam, a Vikié volt. fölmegyek, ha nem veszed ki ezt a szót, és így szúrom a fény. Igen, tehát a kérdés az, hogy a londoni színházakban hány magyarázkodó ember lesz, aki majd mutogat a párjára. Én akkor tényleg azt tudod csinálni, gyorsan elkezdesz mutogatni. Nem? Tehát, hogyha nálad szólal meg, akkor rámutatsz a feleséged, de beáldozod őt. Hát még mindig jobb, mintha téged megítanak. Én a következőt csinálnám, mintha átkarolnám a mellettem ülőt. Egy bejövő. De és akkor mi? Hát akkor hát tudják. Hát nálad a telefon a kezedbe, azzal átkarolsz. És akkor kamuhívás. Megcsörre, és végig kap egy fényt. És meglöveted zöld fénye. De milyen okosak, hogy ezt így kitalálták. Ez jó. Nem? De egyébként jó az ötlet. Hát utáját nyilván a színészek a rezgést is lehetett egyébként hallani. Na, és elgondolkozva ebből a témából kiindulva, azért érdemes lenne azon morgolódni egy picit, hogy kit jelölnénk meg hasonló módon, nem? Nagyon sokféle olyan idézőjeles szabálysértés követnek el ember-ember ellen. Tényleg, ha mész az utcán, vagy egy munkahelyen, vagy színházban, vagy moziban vagy, akit te szívesen megjelölnél, hogy mindenki más tudja róla, hogy ezt ő követte el. Ugye? Hát nagyon sok ilyen élethelyzet van. Mozis popcornos, ugye? Az a mi a baj? Az a baj, hogy filmet nézni mész a moziba, és ott ülsz te mögöttem, és azt hallom, hogy adjál már még a nachoszból. Én erre megmondtam, hogy mi a megoldás. Egyél ellen. Tehát a zajt csak úgy lehet elnyomni, ha elleneszel. Ellenzajt? Tehát ellenzajt. Ha csinálja a fejedben rágást, azzal ellenzaj van. Zabálás a zabálással. Ott fogunk ülni mind a ketten zöld fényben. De moziba lehet enni, azért mert te most nem tudom. Vágj vissza Feri homárral, a szangosabb. Mert amikor még én moziba jártam, igen, homár törő ollóval. Én 40 kiló homárt beviszek így karmal. Azért, mert mint szalvétából csendben meg tudjátok enni a fasírozott a zsemjét. Azért mi a hagyjunk már léces popcorn normálisan egy moziba. Nem, mi a szalonnál zsömjét, ezt előtte esszük meg. Az is igaz. Bennünket úgy tanítottak még, hogy a mozi az egy nagy szempú. Én utoljára voltam 72-ben, akkor még ez a divasz, tehát akkor még nagy dolog volt moziba menni. Nem lehetett ilyeneket csinálni. Én nekem az evéssel is. Én szeretem hallani, hogy másnak ropog a fogalat, tudom, hogy jól érzi jó magát, kezdek behangolódni Pavlov kutyájhoz hasonló, nekem is kicsit megindul a nyálelvasztás. Te is mész. Szídom magam, hogy miért nem XXL-es popcorn vettem. Miért becsültem magam alá, hogy csak a normál méretet választottam menüben, miért nem nagyobbat. Na de van egy csomó ilyen tényleg, akit meg lehetne jelölni, csak adok egy-két gondolat mintát, hogy a hallgatók is elinduljanak. Nagy közhely, de tényleg így van, például az autóból, az autója, hamutartóját, a betora ürítőt. Például megjelölnéd egy napig, mindenki látná, na ott van az a rohadék, aki kiöntötte a csikket. Tehát, hogy kit jelölnétek meg, aki vagy szemetel, vagy csinál valamit, vagy az embertársa ellen követel egy olyan dolgot, ami hétköznapi, és sokan megteszik, mégis azonban hátráltatja a békés együttélést. Van ilyen, nem? Oda kitelteti a kutyáját, a lépcsőházat elé, és látod, hogy vidáman tovább megy. Kapna egy zöld lézerfényt, ő az, akinek a kutyája oda kitelt a lakásod elé. Tehát kiket lehetne megjelölni? Ez egy ilyen szégyenfény, ilyen, hogy hívják, amit egy skarlátbetű annak idején a házasságtörőknél a középkorban, tényleg. Abszolút, tehát elmenni ebbe a londoni színházban, remélyek bekapcsolnád, ki lehetne tudni, érted, hogy más lenne, igen, kaki, pisi, pukizott a forgóban a buszon, tudod. Cigi kidobó az a zöld. Így van, mindegyik más. Akkor viszont ilyen komandót kéne csinálni, aki ilyen légfegyverrel, hogy hívják ezt a festékpatronos puskát. Igen, leszállsz a buszról, és hátba lőnek, hogy te fingottál. És rohadjatok meg, láttam mögött álló volt, nem én voltam. Egy kis lazanyári pólóban, tudod, augusztusban hátba lőnek két golyóval. De tényleg, például, aki a tömegközlekedési eszközön van annyira rohadt, gátlástalan szemétaljas, én azért sokat tömegközlekedtem, hogy szemtelen arccal odafingik a szórad alá, basszus,
De komolyan mondom, tényleg rohadjon meg az ilyen, nem? Hát nem hiszem, hogy nem lehet két megállót kibírni, úgyhogy ha csak nincs valami olyan dolog, hogy a szimmeringek már nem úgy zárnak. Hogy egyszerűen nem engeded el. Lehet védekezni. És mit gondolsz, sokan vannak úgyse. Így van, úgyse gondolnak rám. Léci. De te személy dolog, és tényleg én bárhányszor BKV-ztam, én mindig bele tudtam egy ilyenbe fúrni. Tudod, amikor egyszer csak így megérkezik az orrodba, és mondod, hogy miért nem rohadsz meg, bárki is voltál, hogy rohadnál meg tényleg, hogy neked ezzel a busszal kellett jönni. Körbenézel, és mindenki gyanútlanul, és ilyenkor mindenki gyanút. És mondanád hangosan, hogy ne figyelj, de tényleg, mi lesz, hogy te voltál. Te voltál, aki a leghangosabban kijabál. Igen. Na, drága hallgató, jelöljünk meg embertársainkat, jó? Kit milyen fényel, miért? Meddig tartson? Egy napig a jelölő fény? Egy napig tudjuk, egy nap, hogy ő követte el. Egy jó. Nap. Egy a dicsfény. A dicsfény. Kire szórnátok? Jó, ez a kérdés. Jövünk az SMS-ekkel. Ákos, híre jutam. 3:49 lesz pontosan, 5 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Mielőtt folytatnánk a témánkat, gyorsan egy-két friss közlekedési hír. Elküldtétek nekünk, hogy mi a helyzet az M0-áson. A 24-es kilométer is áll már, elvileg a 14-es kilométernél van a baleset, ugye az M1-es felé, úgyhogy ott kb. 10 kilométeres dugóra lehet számítani. Aki most megy arra, az próbáljon valamire lemenekülni, mert nem lehet eljutni a nulláson az M1-es felé. Trafi Budapesten az Andrássy út 22 környékén és a Bajcsy-Zsilinszky úton a Hajós utcai kereszteződésnél Csoki Guru küldte nekünk, valamint az M7-es autópályán a belső sávban sétakocsikázó vadászpilótáknak üzenném, hogy a jobbra tartás szabályát tartsák be. Előbb-utóbb valaki beléjük csenget hátulról. G küldte nekünk. Győrben a Veszprémi úton a körforgalom után mérik a belváros felé haladókat, faiparos Laci üzente, valamint az M0-áson leálló sávon haladó autók elé önkéntes rendőri módon kihúzódnak a kamionok. Ez újabb balesetet fog okozni. Normálisak ezek? Ezt magyarázzátok meg nekem, vagy ebből csináljunk egy külön témát, hogy kinek van igaza? Ez egy külön téma, mert ezen most összeveszünk. Ugye? Tudom, hogy így 50 felé már az önkéntes rendőri vének. Jó, normális viselkedés. Éreztem, hogy igen. Benzintocsolok a tűzre. Írjuk fel. Az emberi viselkedés, a normalitás az. Igen. Nem az 50. Idióta hülye kamionosok. Akik ezt csinálják, nem mindenki. Aki ezt csinálja, az egy idióta. Tényleg, na majd erre a kegyet, vitatkoztunk erről. Na, viszont van egy másik témánk, amiről beszéltünk, hogy egy londoni színház nagyon jó megoldást választott annak érdekében, hogy kiszűrje a mobiltelefon használókat. Ha megcsörren a mobiltelefonod, de akár úgy is, hogy megrezeg, ők ezt valahogy érzékelik, bemérnek téged, és lézerrel égetik ki először a retinádat, utána megjelölnek, és hát úgy is hagynak egy ideig, tehát zöld lézerfényben úszol, kvázi tulajdonképpen az egész színház tudja, hogy a te mobiltelefonod szólalt meg. Nem egy kellemes élethelyzet. Nem. És arról kezdtünk beszélgetni, hogyha birtokunkban lenne egy ehhez hasonló zöld lézerfény, akkor kik azok, akiket szívesen megjelölnénk, hogy legalább az ország egy napig tudja róluk, hogy na ők azok, akik ehhez vagy ahhoz a szent kisebbséghez tartoznak, akik ezt vagy azt elkövették. Csak nevelő szándékkal is lenne színskála, tehát tudnánk, hogy a sárga színe jelöltek. Azért az a sárga lehet, szín, ő nem szedte össze a kutyakakit, aki pirossal, az bepukizott a buszra. Ja, képzeljen már, hogy így egész nap, tehát hogy 8 órán keresztül egy piros fényben pompázol, bárhova és mész. Várja is, hogyha többet ott csináltál. Ha több mindent követtél el aznap, akkor több szín. Akkor szivárvány. Igen, az a baj, hogy több hallgatunk írja, hogy Magyarország annyira fura ország, hogy 3 nap múlva az lenne a menő, ha meg vagy jelölve. Tehát nem megkülönböztetés lenne, és tökéletesen igaza van egyébként, ha nem vagy még megjelölve. Ja, sziki vagy, nézd már, meg van egy sárgám, egy zöldem, meg két pirosom. És akkor az lenne a menő. Megjelölnék mindenkit, aki itt körülöttem autózik. Jó, mindenki Brian, igen. Na most, hogyha mindenkit megjelölnél, igen, akkor... Azt mondja, észrevettétek, hogy aki lassabb nálad, az tetű, aki gyorsabb, az őrült. Erre írja, hogy tulajdonképpen bárkit megjelölne. Mert hogy aki körülötte autózik, az vagy azért hülye. Brian írta nekünk. Sokan jelölnének. Tehát itt mindenkinek van baja mindenkivel. Én azokat a bringásokat jelölném meg egy életre, akik éjszaka világítás nélkül rodáoznak az utakon, így legalább látszanának. Van pár idióta autós is, aki így közlekedik a városon, mert nem vesz észre a marhája, hogy nem kapcsolta fel a világítást. Így én is jártam. Adom. Mentem le ott az Érd
Törökbálinti körforgalom, mentem le, és jött egy autó sötétbe kivilágítatlanul. Kettőt rávillogtam, hogy vegye észre vissza a refizet, és ment tovább. Ennyire jó arc. Most vagy nem éged neki, vagy nem működött, szólt, hogy látta, vagy azt hitte, hogy integetek neki, visszaintegetett, és úgy, ahogy van, sötéten ment tovább. Tök udvarias, jól neve. Tesó, neked mindegy már. Azt mondja, hogy van, aki a paraszt bicikliseket festené meg, így fogalmazott, hogy miért nem jelzik a kezükkel, merre kanyarodnak, aztán Szatyi kicsit tovább is gondolja, kötelet is adnék nekik. Biztos, ami biztos. Kicsit azért elborult. Elborult a dolog. Széjjel lézerezném azt a parasztot, aki a munkai vécében rendszeresen az orrából kivett tartalommal dekorálja a fehér csempét, a fugát sem kíméri. Végre fény derülne a kilétére. Na, tőlem legalább 48 órát kapna. Igen. Az is megérdemelne a jelölést, aki egy darab az egy darab közös munkai vécén elenged egy szaftos rottyot, és nem képes maga után illatosítót használni, vagy bekapcsolva hagyni a szaktalanítót. Hát azért ezzel sokat találkozunk. Hát Janninak vannak jó élményei az elmúlt hetekről. Te csak ilyen befutottál itt bele. Te mindig beleszaladsz valami pofonba. Valami komolyba. Igen. Szaunából kijön és zuhanyzás nélkül az izzadt testével elégedetten belecsobban a merülő medencébe. Ekkor szoktam otthagyni az egész szauna részleget. Meg kellene jelölni az ilyen agyatlan, igénytelen embert. Ez Julcsi küldte nekünk. Azt nem úgy van, hogy egybe bele kell ugrani? Hát, én csak kérdezem, én nem tudom. A merülővedencé merögtön. Nem úgy van, hogy ott kijössz a szaunából, és egyből hideg? Elvileg, hát az sauna etikett szerint le kéne zuhanyoznod. De ha komfort élmény nézzük, akkor az úgy jó. Akkor úgy, hogy úgy jó, és ezzel el is árultam, hogy melyik tábor az tartom. Nekem ez nem volt kérdés, hogy te ugrasz. Hát gyerekek, én tudjátok, én mindenről szintén veszek, mert én sokszor nem zuhanyozom, mindig körbenézek, mennyire vannak. Most ráadásul te bombát ugrasz bele. Nem, már azt sem megyek, öregszem, mert félek, hogy ott maradok, és a Viki megtalál magzatpózba mesztelenül, hogy szívinfarktus kapok egy ilyen 16 fokos vízbe. De vállalom, vannak hibáim. Tehát, hogy én kapnék lézerfényt egy komolyabb szauna. Szauna világban azért kapnék lézerfényt. Hollandia kaszinó, írja egy hallgatónk. Dekoratív hölgy ül mellettem, 10 méteres körzetben senki. Rocsantott egy olyat, hogy a padlószőnyeg vedleni kezdett, vádlóan rám nézett és csóválta a fejét. Na, őt megjelöltem volna. Aha, de nagy kérdezi, profi. Darus Attikőt, ő profi. Ejj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 j
Gyönyörű. Megjelölném azt, aki a munkája nagy vécézik, nem húzza le. Az számomra teljesen értelmezhetetlen, amikor ilyet látsz, igen. Az összes vásárlóm, aki a látványpékségben megkérdezi az árura, hogy ez friss, szívesen megjelölném őket, gyönyörű. Aztán az összes korú politikust kockalézert adnék nekik, mint a Kaptár című film. Az ott volt, hogy belementél és igen, igen, igen. De gyakorlatilag darabokra vágott. Igen, valaki dűből ír, a munkáján a hazug pletykásokat, őket egy évre. Ajajaj, itt van saját élmény valószínű. A boltban szőlőt csipegető és a mogyorót is előkóstolgatót, majd a héját visszarakott jelölném meg. Hú, gyerekek, nekem három fényem van. Akartam mondani. Engem három különböző. És most láttam bejött, hogy aki bepisil a medencébe a strandon. Na rohadj meg. Megvan a negyedik. Erről még sose beszéltem nyíltan. Csak én kapok fény, gyerekek. Ti itt ültök, az úr színe előtte, fehér fényben úszva, én nekem pedig már van zöld a retinám, a sárga, narancssárga, tehát én vagyok csak így szétfényelvem. Várjál csak, milyen hibáim vannak. Én belecsípek a szőlőbe, én ezt sokszor elmondtam, ennyi férjem belem. Na. Persze, nagy kifli fele, tudjuk. Na, nem, mire a kifizetem a gyerek, ha kér egy felet, megeszi, mire odaérünk, bediktáljuk, hogy volt egy fél kifli, de ha nem lehet éhes az a gyerek, te nyitunk rá egy jeges teát. Ez igaz. Eszünk egy kis jégkrémet. Na jó, én lopom az édesítőt. Na! Zöld fény neked, honnan, otthonról. Nem, a Starbucksból. De hajjas! Külön zacsis egyesével csomagolt? Annyira jó az édesítőjük. És elviszed, sokkal prolibb, mint bemenni a sauna vízbe. De vagy miért, de mindig veszek valamit. És hát elloptál az édesítőt. Igen, mert mindig úgy de voltam rá, hogy mondom, annyira... Tehát legyek annyira pofátlan, hogy bemegyek, és nem veszek semmit, csak belemarkolok az édesítőbe, és ebredünkom, és elhúzok. És aztán rájöttem, nem, mert venni kell valamit. Veszek valamit, és akkor mindig az annyi, és mindegy, hogy egyébként van közte kávé, vagy sem. De drágában jössz ki, nem éri meg. Hát ahhoz, ha belehergeled magad, hogy vegyek valamit, akkor ahhoz, hogy értékesebbet kell elvenni, hogy visszajöjjön. Hát, ha veszel valamit, nem tudja megvenni, nem árulják másutt ezt az édesítőt, érted? Neki a Starbucks édesítő kell. Ja, hogy ez egy speci édesítő. Tényleg? Ellopod és hazamiszed. Semmi mellékízetökkel. Nagy figyelj. Csak hazamész és egy kicsomagot, hogy nézd Móni, nézd, megihoztam haza. Jó.
kihoztam az egy 12-t, megvan a két tízes kötek. Hányszor bántott engem, hogy mi Vikivel egy nyugatról jött, egy ilyen szemét aljas hálózatban, ugye a sznobok eljárkálnak, ugye? A sznobok eljárkálnak, és iszunk ott egy kávét, vagy eszünk egy sütit. Hány évig hallgatom, hogy a sznobok bárhol lehet ilyen kávét inni, majd jár lopni az édesítőt. És fogadjuk, hogy a kis csoki három csoki és muffin, az is befigyel, mi? Viszed azt nem, is, nem, nem, azt nem. Nem, sajnos nem, royal csoki. Fúj, lopja az édesítőt egy hálózatból, atya Isten. Valaki a Balatonba vizel, azt is megjelölném. Hát komolyan idegesítsetek ezzel, mi a baj? Mindenki belevizel. Figyelj, ha bent vagy, úszol vagy vízibiciklizel, hát legyünk őszinték, mire kikötsz, mire kijössz? Hát azért az egy nagy vízfelület, nem? Mert az elnyeli. Ilyenkor azt lehet mondani, hogyha valaki a közeledben, nem veszed észre magad, áramlat. Igen. De egy áramlat. Milyen bejött a golf. Idén a víz. Igen, bejött a golf. Ugye állóvízben vagyunk, ez a barátlétrem. A golf nagyon megy, nagyon megy. Medencébe aljas. Én ekkora területű nyílt vízben nem tartom annyira durvának. Aki megcsalja a párját, az kapja a jelölést. Így otthon lenne némi arc átalakítás. Ajajajaj. Mikor kijössz, és bemész a másik, hazamész. Akinek temetésen folyamatosan ordít a telefon, mert nem tudja lehalkítani, azt azonnal hamuvá porlasztanám egy lézerágyúval. Én például, akinek még adnék jelölést, a szorosan a nyakadba álló típus megvan. Patikában postán azt hiszi, hogy azért jut előbb sorra, hogy beáll a nyakadba. Liheg, lenyalogatja a szőrszálaidat, és érzed a lehelletét. Ő ugye azt hiszi, hogy attól ő gyorsabban sorra kerül, de nyilván nem, csak toporog mögötted. Te meg jó fej vagy, mert például a mi patikánkban ki van rakva egy ilyen deadline, egy vonal. Igen. Ugye, és hogy legyen kedves ott várakozzon. Ez pont azért teszik ki, hogy aki már oda megy, ugye egyrészt vannak személyiségi jogai, hogy milyen betegsége van. Ne halt, igen. Igen, hogy ne halt már. Jani, kikéri a gombakrémet. Na például, de hogy ne lihegj a nyakába. Mi történik? Te megállsz a vonalnál, és oda. És érzed, hogy párásodik a tarkod. És fújtad. És tényleg fújtad. Egy idő után elindul rajta a veríték lefelé, de ez nem a te verítéket, hanem az ő lehellete, pára formája. Jézusom. És az, aki állandóan kikér magának mindent, bemész a postára, most már a legtöbb postán, ugye sorszámot kell húzni, attól függően, hogy melyik ablakhoz akarsz oda menni, mit akarsz ügyintézni. Bejön valaki, és elkezd. Na, nála is előbb jöttem. Na, nála is. Na, nála is. És most miért? Van ilyen. Milyen ez a rendszer? Hogy találták ki ezt? Mert semmi értem nincs. Tehát ők mást ügyet intéznek, nem azt, amit maga. Ja, mondja, hogy igen, és nem akarja megérteni, és nem akarja felfogni, hogy egyszerűen csak arról van szó, hogy ők egy másik ablakhoz mennek, és nem ajánlott küldeményt szeretnének feladni, hanem mondjuk egy csekket. És kikéri magának. És a vége már ilyen nagyon csúnya effezés. Én még nagyon szeretem, mondom, én hónapok óta járok újra, tehát mindenféle ilyen modern dolgot, mint kártyás fizet is elvetettem, 3 napja vagy 4 napja voltam a postán, gyerekek. Ez sos megállt az idő. Megérteni. Tessék? Soha nem fogok megérteni. Sorsjegyet, kaparó sorsjegyet, bármit adhatom? Nem? Biztosítás? Figyelj, imádom. Nálunk a postát egyszerűen imádom. És kicsit szeretem, ha a sor vége majdnem az utcán van, mert többet tudok ott áldogálni. Tehát szinte már úgy megyek, hogy legyen nagy tömeg, mert áldogálok, átnézem a képes lapokat, aha, a könyveket, és várom, hogy melyik ablakhoz tudok menni. Engedj magad elé mindenkit. Jó, ez egy jó ötlet. Imádom a postát. Már ahogy belépsz. De képes lapot például vettél valaha, nem, vagy csak átbogarál? Csak nézem, hogy tudod, milyen mit jó kér a posta. Ki a dísztáviratokat, illetve a részvédtáviratok listáját, mert van egy nagy könyv, ilyen. Persze. Nagy egy jó. Nagy könyv, és akkor vannak ezek a úgynevezett sablonok, de nagyon sokféle van belőle, azzal elmegy egy 10-15 percet megint. Jó, nézegesd át őket. Imádok, mondom, imádok. Imádok postára járni. És kérjél mindenről számlát. Nem, azért nem. Külön-külön. Igen. Na jó, van, köszönjük az SMS-eket, drágák vagytok. Mutatjuk, hogy mi a beugró. Jó, figyeljetek, ha játszanátok hármas ugrást a következő órában, akkor próbáljátok megfejteni, hogy mit hallunk most. Ez a beugró a hármas ugráshoz. Jó, hogy nem adjuk le az egész dalt. Most megint átestünk a ló másik oldalára. Tehát ez... Valahol a kettő, a nagyon nehéz és a nagyon könnyű, igen, közé kellene ezt belőni. Na, drága hallgatók, írjátok meg akkor 2 darab dalcím, 2 darab előadó, mit hallottunk. Jó? Folytatjuk nagyon tudományos, igen, kísérletünket, igen, ezen a héten. Igen, természetesen, persze. Megpróbáljunk még egy-két helyre becsörögni? Igen, most egyre nehezebb, mert azért készülnek rá, tehát mint a futótűz, úgy terjedt el a híre, hogy hívogatunk mindenkit. Igen. Tudományos kísérletünk ugye arról szól, ami még a bocséknál indult, egy vízforraló megnyerése után, hogy egy rádió reggeli műsorának mennyire nehéz bekerülni
kerülnie egy másik rádió reggeli műsorába. És hát az elmúlt három napot ugye már erre hegyeztük ki, rájöttünk, hogy nem vagyunk könnyű helyzetben. Mi, mint egyébként ártatlan hallgatók, uh-huh. műsorkészítők szeretnénk játszani egy másik rádió reggeli műsorában. Jó, mondjuk nyerni is akarunk, tehát igen. azért az ajándékra is igen, elmentünk. De már kettő van. Mink van, eddig van egy vízforralónk. Egy igen. gyönyörű piros. Egy órás ingyenes parkolás Kalocsán. Kettő. Kettő? Két óra. Két órás ingyenes persze. parkolásunk, és van egy kesztyünk is. Egy koronarádiós kesztyűt igen. is kaptunk. Igen, egy illetve, kis ajándékcsomag. Illetve ugye az előbb említett vízforraló. Tehát nem állunk túl jól. Hát, egyiket sem kaptuk még meg. Nem. Nem, még nem jött a vízforraló. A kalocsai ajándékcsomagért mondtuk, hogy majd beugrunk valamikor, meg hát azért le kell vinni az autót ahhoz, hogy ott tudj elparkolni egyrészt. Másrészt a vízforraló azért az kéne aláírva, dedikálva. Feladjuk el a siófoki üdülést a Ladával. A gongot? A gongot? Ott volt az, ott az, most már számítanak ránk, úgy nem ér. Persze. Tehát, ott nem. A Lada tesztvezetés és siófoki üdülés. Azt akartuk tegnap megnyerni. Jól van, na, megpróbálunk akkor még ezen az úton menni, és folytatni a kísérletet, be tudunk-e kerülni más rádió reggeli műsorába. Ezzel jövünk, Ákos híre után. A magyar leány szaladon tesz hajába, észtizik, ha benne van a bajába. Hey! Ne belekapaszkodok én a szalagba, édes rózsám, hadd tegyen be való. Leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggelt! Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Baton Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. 9 óra után, pontosan 8 perccel itt vagyunk, szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk a Klasszon, és folytatjuk egy jó kis Kadlott Karcsír, tehát a Soltész Rezső, egy az új Snoop Dogg, egy új Snoop Dogg ezzel lép majd fel Maros Bogáton. Egyébként egy jó kis Snoop Dogg, így van. Balázs Pali és Kis Grófó. Én szeretem ezt a dalt, valahogy ettől a daltól mindig jobb kedvem lesz, pedig már hallottuk egy párszor, mondjuk ez egy csomó más darról is elmondható, de... Csak attól nem lesz jó kedved. De hogy azért... És, jó, és egyre kevésbé. Valahogy azt gondolom, hogy ettől tényleg úgy meghallod, és úgy nem? Jobb kedved lesz. Imádják az emberek. Tényleg ez annyira pozitív az egész, és annyira árad belőle a vidámság az életnek a szeretet, hogy ez hihetetlen. Peti, ezt nagyon Peti és mi nagyon elcsíptük. Na azért. 752.926-an nézték meg eddig az eredetiét. Atya úristen. Azt a fotókból összevagdosott ilyen kis klipnek nem nevezhetők, hogy hívják ott története. És azóta ugye már van egy új videóklip, és az pedig 106.718-at tekintették meg. De ez most készült. Igen, az nem elég. Emlékszel Feri, amikor ott ültünk feltett lábbal a szerkesztőségben, és Peti mondta, hogy lemondunk-e mindenről, ami a dalt illeti. Óriási játszás, YouTube. Hagyjad már gyerekem, ha vigyed, Peti, vigyed, Peti, át még ott egy ideig tördelte a kezét, majd elment. Mi összenéztünk, sohajtottunk egyet. Nem volt baj, Feri, de gyere, együnk valamit. Janival nem kellett volna megbeszélni. Kérem szak. Tudod, hogy Jani nem spúr, ő is ugyanezt mondta. Hol van most? Éppen valamelyik áruházban édesítőt lop valahol, és itt ők mindegy. Így van, jöttem, nem tudom, hogy már éppen menő a Peti, kérdeztem a srácokat, mit akart a bamba, mondták, hogy ezt az új dalt. Peti, megillögtünk egyet, tele van haknika, de hívjátok is, jó egyébként. Jól is teszi. Jó. Na, nézzük, mi a helyzet az utakon. Hallgatóink küldtek nekünk közlekedési éreket, úgyhogy mondom, még mindig dulgó van az M0-áson. És már a Csepeli pihenőhelynél is van egy baleset, azt írjátok, ez most nem tudom, hogy ugyanaz-e, mint amiért dugul a nullás az M1-es felé, de ott is nagy a torlódás. Aztán Celldömöl Pápai út Rafi, ezt Bézé küldte nekünk, 11 km a kocsisor a nulláson az M1-es felé, kerüljetek, ha tudtok, üzente Rapidos Zsolti, és Győr felé az M1-esen a Zsámbéki pihenőhely előtt kiégett kamion műszaki mentése miatt torlódás van. Köszönjük szépen. Egy-két frissítés, még gyorsforgalmi, jó járható, már nem tolatnak a kamionok, és drága képek készülnek a 82-es úton Győrben, Balaton felé, egészen pontosan a körforgalom előtt. Úgyhogy ott is vigyázzom. Többször is vigyázzon mindenki. Többször kérdezik a hallgatók, beszéltünk egy pár nappal ezelőtt erről a bizonyos kékfényszűrő applikációról, hogy mindenféle telefonokra le lehet tölteni. Most az új almásokon már alapból ott van, az Androidra pedig le lehet tölteni. Ez egy ingyenes applikáció, hogyha felmentek az App Store-ba. Ugye mi, hogy is hívjuk? Mi ez? Játékáruházba elmentek. Felmentek, akkor le lehet tölteni. Ingyenes az applikáció. Én azóta használom, amióta ezt megbeszéltük. Az iPhone eddig nem engedte, hogy te
önhatalmulag belenyúljál a színhőmérsékletbe, de most már a iOS 9.3.46, nem tudom milyen frissítés, amit te is mondasz, most már kidobták, hogy nagyon jó, érzékeli tesz. Tényleg valahogy, hogy hány óra van nálad, és akkor rádobja automatikusan. Igen, tulajdonképpen ugye a mi telefonunknál erre nem volt szükség, tehát hogy mert annyira jó megcsinálták, csak állandóan jött a másik oldalról, hogy nektek még ilyenetek sincs, jó, gyerekek, beletesszük, hagyjuk a francba. Ha ezzel tudtok csak belinkötni, legyen benne. Ja. Mondták, és akkor belerakták. Úgyhogy most már akkor nálunk is van. Százból. Igazából. Na, folytatjuk nagyon tudományos társadalmi kísérleteket. Már meritek frissíteni, ugye Feri? Jó, a Feri még egy 7.3-as fúl. A Feri nem meri frissíteni. Hát nekem 1.0-as van. Jó, a Feri gyereke két hónappal ezelőtt még egy Ericsson 198-as használt, tehát hogy igazából ahhoz képest ez egy nagy változás. Ez most az egyes iPhone. De miért nem mered frissíteni? Mitől félsz? Mert azt mondta a Zsül, hogy meghal. Már nem a Zsül. Akkor viszont frissítsek. Ilyen rosszak a leleteid? Hogy a Laci, vagy valaki azt mondta, hogy ha ráfrissítesz, ez egy régebbi iPhone, ha erre ráfrissítesz, akkor ő meghal. Nem tudom, lelassul. Hogy attól lesz-e baja. Nem? Bedrámázik. Nem elfelejti, nem újra kell húzni. Én se gondolom. Csinálj egy biztonsági mentést, abban a baj nem lesz. Semmi baja nem lesz, frissíts nyugodtan. Csinálj egy biztonsági mentést a felhőben, nem akarnálak ilyen fura szakszavakkal összezavarni. Igen, tudom, hogy ez nálad egy mélyebb beszélgetés lenne. Biztonsági mentés. A felhőbe? Nem olyan messze van, ahol nem látom. De leesik belőle az eső, eltűnik, akkor mi lesz a biztonsági mentés? A felhőben nem tehetett föl. Mi van, kicsit a nap? Csártyúnak a felhőben. Nem, ezt Gyűl megcsinálja nekem. Feri, nekem alapból annyi memória van rajta, hogy bármennyit tudok adni. Érted? Igen, mentetsz nyugodtan. Köszönöm szépen. Komolyan mondom. Na, folytatjuk nagyon tudományos, kérdezem még egyszer, nagyon tudományos kísérletünket, miszerint egy rádió reggeli műsorának mennyire nehéz bekerülni egy másik rádió reggeli műsorába. A nagy rugalmassági tesztet. A nagy rugalmassági tesztet, amit elindítottunk, ugye, és egyszer nagyon tanulságos a dolog, arra gondoltunk, hogy ma még futunk akkor egy utolsó kört ebben, és megpróbálunk egy-két rádió műsorba bekerülni, teljesen ártatlan céllal, és azon céllal, hogy nyerhessünk valamit, és kértük hallgatóinkat, kértünk benneteket, hogy írjátok meg nekünk, hogy melyik vidéki rádióban mit lehet nyerni. Mondom, hogy miből tudunk választani. Hajj. Mire akartok rámenni? Kinek mire van szüksége? Jó, mert hogy azért amellett, hogy bejutunk vagy nem jutunk be, ezt teszteljük, azért, ha már ott vagyunk, játszunk is. Nem? Eddig van egy kesztyünk, egy ingyen parkolásunk és egy vízforralunk. Nem állunk rosszul. Nem rossz. Nem állunk rosszul. Nem erős. Közelgő húsvétra, tehát már nagyjából ki tudunk költözni, meg is tudjuk kínálni egy pár forró teával, majd az érkező vendégeket, de én azért nem bánnám, hogyha egy kicsit még fel tudnám diszkozni magamat. Nem mondom, hogy melyik rádió, hogy ne készüljenek ránk esetleg, ha már ugye most már nagyon sok rádióban elment a híre, hogy mi más rádiókat hívogatunk. Reggel van, ahol már várnak minket. Tehát nem mondom, hogy melyik rádió. Azt mondja, egy rádiónál tortát lehet nyerni. Nem rossz. Azt kapunk kinyerést. Egy másik rádió, kapunk ingyen. Azért ne küzdjünk. Nyakkendőt lehet nyerni a húsvét nyereményjátékukban. Nyusz is? Nyakkendő. Az nem. De jó, az kell. Most mondtad, hogy most csak fel akarsz öltözni kivételesen normálisan húsvétkor. Igen. Nyakkendő? Egy jó nyakkendő, az nem lehet rossz. Vagy pedig van egy rádió, 9 és 10 között fekete-fehér igennemet játszanak, ott nem tudom, mi a nyeremény. Hát ez egyszer lenne. Nyakkendő? És minek alázunk meg? Nyakkendő legyen? A nyakkendő nekem nyakkendő. Tetszik. Nyakkendő, jó. Jó, nézzünk egy nyakkendőt. Csak ne vicceskedős, ilyen két nyuszi bagzik rajta, vagy valami... És még zenél is, nekem télaposban van. Nézzük meg, jó. Oké. Ezt játszok. Egy jó nyakkendő. Sima hancs, a számuk van. Remélem, most mi előre, a bajod vele? Remélem, hogy ilyen előre. Ezeknek a regionálisabbaknak ilyen 06, 79, 99, 66. Na, megnézzük. Hátul gumiszható, elől megkötött, az kell. Nem kell vele küzdeni. Igazi profi. Hívtuk? Szia, az Uzon FM-et hívtad. Kapcsoljuk a stúdiót. Ó, ez az! Azonnal a stúdiót. Na. Hát így, azonnal be. Vagy már várták, tudod? Igen. Tegnap mondták föl. Végre egy telefonáló. De személy. Ja, bocsánat. Na, így sem se lesz nyakkendő, teszem. Hagyjátok adásba, ma az első. Szemét vagy. Hát szóval így működik ott ez. Kapcsoljuk a stúdiót. Hát, de mert lehet, hogy beszél valakivel. Hadd csöngjünk ki. De miért nem Csaba tetriszezik? Én azt már úgy megszoktam. Miért nincs itt valami fuvola játék, vagy igen, valami, nem? Lehet, hogy most az a baj, nem tudjuk, de nem hallgatjuk az Ozona felőtt. Lehet, hogy éppen most meg az agrárpercet. Ugye? Hogy aki nem hallotta tegnap vagy tegnap előtt az adásunkat, az most helyezem, hogy nem könnyű nekünk egyébként játszani egy másik rádió reggeli műsorával. Ezt továbbra is feltartom, hogy nem egyszerű. Hozzánk a legkönnyebb bekerülni. Egyébként tényleg. Mert itt Anna fölveszi egyből rendesen. Köszönöm, beszélget. Okay. Ez nincs. Játszunk egy másik rádióval egy fekete fehér igennemet, vagy felírunk egy olyan rádiót, ahova megyünk turnézni majd májusban, és ezzel mondjuk elárulunk egy turné helyszínt. Elmondhatjuk, vagy lehet, hogy már említettük, nem tudom pontosan. Ha már fekete fehér igennemeztünk. Mondom, kérlek szépen, az egyik ilyen rádióban, ahova megyünk, ott ez egy neked való ajándék,
ötvös cirkusz jegyek vannak. Ja, ugye elmondtuk, de lehet, hogy most mondjuk először, nem tudom. Mondtuk már, hogy megyünk Békés Csabára? Hogy megyünk Békés Csabára túlnézni? Nem. Ugye? Szerintem ne áruljuk. Akartuk. Ne. De a Békés Csabiak, úgy néz ki, hogy megyünk hozzátok. Eldöntöttük, hogy még nem jártunk nálatok, és a tavaszi rócsó egyik helyszíne Békés Csaba lesz, ezt elmondhatjuk. Hazamegyek, anyu! Nagy valószínűsége annak, hogy ott is dolgozik valaki. Feri egykor is lepjéből. Figyeljetek, hívjuk föl őket. Nézzük meg, hogy milyen reggeli műsoruk van, mit csinálnak. A nyeremény nem tudom, de rákérdezünk, hogy tudunk-e valamit nyerni. Jó? Csaba Rádió. Figyelj. Csaba FM? Be, igen. Csaba Rádió. Csaba Rádió. Csaba FM. Elképesztő, gyerekek, sehova ne szóltuk el. Én még akarok egy fekete férigenemet játszani. Nem jutunk, nem tudsz bejutni. Csaba Rádió. Halló, jó reggelt kívánunk, Balázs Morning Show, szia. Itt a Jani meg a Feri is, hello. Hello. Hello, sziasztok. Hello, élőben vagy nálunk. Hogy hívnak, nem mondtad a nevedet? De mondtam, Ida. Csak akkor nem hallottam. Ida, hello, Ida, jó reggel, ciao. De jó hangod van, Ida. Nagyon kellemes hangod van, nem rádiózol? Ezt ki mondta a pácsó? Életem, hát puszi. Na nem mondd, hogy itt is levartál valakit. Á, dehogy is. Jézus, atya, úr! Ne, a pácsó, Feri régi Bence neve. Nem hiszem el, hogy beleakadtunk egy helyzetbe. Nem igaz, Idával más kapcsolatunk volt. Ida, honnan ismered a Ferit? Azon kívül, hogy ugye hát Feri is földi. Új Kígyós Békés Csaba, így van. Ennyi. Mondd, hogy nem volt semmi. Ezt nem hiszem. Mondd, kérlek. Dolgoztunk együtt. Aha. Ha az a keverőpult mesélni tudna. Mindegy, hagyjuk ezt. Te recepciós vagy te már az adásban dolgozol? Nincs oda. Hogy mondhatod rá? Hát adásban ő. Adásban is vagyunk nálad most? Nálam nem. Mikor, de nálatok? Nálad igen. Nálunk igen. Nálunk igen. Mikor tudnánk összekapcsolódni? Mármint hogy érted? Hát, hogy élőadásban legyünk nálam. Nem úgy, hogy a Ferivel annak idején, hanem... Nézd, nekem feleségem van, de nem erre gondolom. Én megyek Kalocsára felétek. Hogy mikor tudnánk adásba kerülni hozzátok? Most mit csináltok éppen a reggeli műsorban? Dolgozok. Azért értem, de hogy rovat megy, hideg megy, zene megy, zenéltek, játékot fogtok játszani, mert ugye most nem vagyunk élőben, tehát valami van szól. Van minden, játék is van, minden van. És most éppen mi történik élőben nálatok? Most a Smash Mouth-tal az országszól. Na, tehát a zenéltek. Ha vége a zenének, nem tudunk adásba keveredni, összekapcsolódni? Mondd, hogy igen, majd én lebeszélem a majorral. Lebeszélem a majorral. Mi a téma? A téma az összekapcsolódás, illetve szeretnénk nálatok élőben egyet játszani, mert a kísérletünk, amit ezen a héten folytatunk, az nem szól másról, mint hogy egy országos kereskedelmi rádió reggeli műsora be tud-e kerülni zökkenőmentesen egy másik rádió reggeli műsorába. Aha. Hát vannak kihívások, amikkel szembesülnünk kellett. És hogy hozzátok be tudunk-e kerülni? Értem. Tudtok egy percet várni? Fél perc? Hát, megkérdezed a programigazgatót? Vagy? Ja. Komolyan? És nem oldal. Hát nem voltál te mindig ilyen életre. Hát hogy? Feri azt mondta, hogy sokkal kezdeményezőbb voltál annak ide. Jó, kérdezd meg, várunk, Adi. Mi addig itt üldögélünk? Adj valami fuvola hangot, vagy tetris hangot. Jó, várunk, Adi. Add be a Smash Mouse legalább szólnál valami. Mit magaddal a telefont, halljuk a programigazgatót. Na, mi volt, Feri? Major Gyulával sem. Nem a Gyulával, Idával. Ida, aranyos? Nagyon kedves. Tehetséges? Műsorvezető? Jó? Te casting voltam. Micsoda. Micsoda, gyerekek. Emlőin neveltettem. Igen? Jézus, na. Atya úr. De Ida nagyon fiatal. Hát akkor ő még, amikor te ott voltál, hát... Nagyon még... jól néz. Nem, az anyja. Nem akarok további keresztkérdéseket feltenni, mert nagyon fiatalnak tűnik. Hogy megnőtt a kis Ida. Igen. A kis Ida. Ugye? Ő már akkor is rádiózott, amikor én ott. Igen? Voltam. Komolyan? Itt vagyok. Ida. Nem jó, rólad beszéltünk. Hello, újra itt vagy? Mit mondott a program? Hello, itt mehet. Mehet. Oh, nagyon jó. Gyula, köszönjük. Tegyél minket adásban. Csabi. Most a programig, mi van? Gyulát kirúgtátok? Gyula főszerkesztő. Jaj, az főszerkesztő. És mindig az a rádió neve, ami a programigazgató? Mert akkor nem Titus rádió lenne. Csaba rádió, Csaba programigazgató. Holnap jön egy Péter, akkor... Nálunk a tisztátó Titus. Nem ismered, gondolom. Kapcsolsz minket, drágám, adásban? És akkor most kivel fogunk beszélni? Veled. Idával. Idával. Veled beszélünk, és akkor Gyula ki... Mindegy. Főszerkesztő. Ida, megvárjuk, mi adásba teszel. Negyed évente cseréltek? Hogy mondod? Szoka. Hagyjuk idát dolgozni. Jaj. Tegyél minket adásba, addig csöndben vagyunk, fegyelmezetten várunk. De van még másfél perc, jó? Addig hallgassuk a zenét. Mit lehet most nálatok nyerni? Van valami nyeremény? Csomagot, 10 000 forintos. Milyen csomagot? Ajándékcsomag. Ajándék. És mi van benne?
Nem kell a márkanév, csak hogy... Ajándék, nem tudom. 2000-es Erzsébet utalva. Egy élelmiszer meg ital nagy kell ajánlotta fel, mert zaruvadászat van nálunk, ami szuper dolog. Mi történik, hogy Csabán levadászatok rendőrök? Ne árulja el előre, mert akkor könnyű. Nem hallottatok még róla. Nem, tudunk egy ilyet játszani nálad élőben? Hogyne. Oké, na várjuk akkor a bekapcsolást. Mert mikor kezdtek? 6-kor kezdesz? Ja, 6-kor. És egyedül vagy, szegényként, mert ez nem egy egyszerű. Adásban igen. Aha. Igen? Unod nektek, már. Nektek szuper jó. Hárman vagyunk. Vigyelek is benneteket. És hát Zsül, figyelj, hát... november után lehet, hogy hozzád megyünk majd. Benézzük. Ahogy a jelenleg helyzet. Mi lesz? Nem olvasol újságot? Hát nem nagyon. Nem? Járatni kell az újságot, heti lapokat. Kossuth rádiót hallgatok. Nem hallottam. Ott ez nem hangzik el. Ott ez nem fog elhangzani, hogy mi lesz velük. Máshol igen. Nem hallottad? Novembertől Feri újra kollégád. Költözünk-e vidékre, gyerekek? Gyere. Na, milyen hosszú nálatok ez a másfél perc? Más Greenwich idő szerint menjünk? Nem, 20 másodperc. Oké, na, csendben vagyunk, ide hallgatunk téged, szólíts meg minket. Jó, itt vagyunk, figyelünk. Jó, rendben. Ne izgulj, menni fog. Megy neki. Tudom, ide ügyes, gyerek. Kedves kis hangja van. Igen, mindennek jó hangja van. Ügyes. Holnap fél hatkor felé. Menni az önkormányzatnak. Reggeli. A Csaba Rádióban. Mindent megkérdezünk, mindent elmondunk. Reggeli. Ha tudni akarja, mi történik önkörül. Már kérem szépen, nagy bejelentésem van a Morning Show-s műsorvezetők a vonalban. Haló? Jó reggelt kívánunk nektek! Hello, drága! Szia, Békés Csaba! Hello, Békés Csaba! Jó reggelt! Sziasztok! Pácsó és Jani. Pácsó, igen. És Ida. És Ida. Köszönhetjük a hívásotokat. Egy nagyon tudományos kísérletet folytatunk, ami arról szól, hogy a Klassz FM Morning Show-ja, mint reggeli műsor, hogyan tud bekerülni más rádiók reggeli műsoraiba. És hát nem egyszerű, nem egyszerű. A helyzetünk, félretesznek bennünket, Tetris hangot hallunk, nem vesznek át, ránk teszik a telefon, de ebből a szempontból a Csaba Rádiót meg kell dicsérni. Na, tehát, hogy ezt szeretem volna. Komolyan mondom, profi voltál, azonnal felvettél, beszélgettél velünk, kedves, és utána adásba tettél bennünket. Úgyhogy, és mindjárt jön a Tetris hang. Uh-huh. És mindjárt jön a Tetris hang, igen. Szeretnénk elmondani a csabai hallgatóitoknak, hogy megyünk hozzátok, május 12-én csütörtökön a Rócsóval, ott leszünk Békés Csabám. Az anyátok úristen, itt nem erről volt szó. De ez most ennél játszani akarom, ez vagy akarom. Ez nem tudom, hogy novembertől jön ide a pálcsó. Szóval, hogy egyébként nyereményvadászkodunk, csak még sosem voltunk Békés Csabán, és ez egy jó híremjük, a csabaiak is örülnek. De nem akarjuk magunkat promózni rajtatok keresztül, sokkal inkább játszanánk. Van-e valami nyeremény? Ezt mondjátok meg ti. Nálatok, úgy értem. Hogy nálunk van, igen. Hogy mit tudunk most nyerni, hogy játszanál egyet velünk, úgyhogy te mondod a kérdést, mi pedig játszhatunk, mint a többi hallgató. Várjál, zsaruvadászat zajlik, tehát Békés Csaba útjain ne kell vadászni a rendőröket. Uh-huh. Nincs benne tetszlegesség. Bármi útinfót, aki elkölt, úgyhogy légy szíves, most a Gyulai útra menjetek ki, és nézzetek körül. Ja, hogy oda kell menni személyesen egy rendőrhöz? Hát hogyne, nem személyesen egy rendőrhöz, csak hogyha kint vannak, látjátok őket, esetleg egy fotóval megerősítitek, akkor... Ezt a Csabai rendőrkapitányság szponzorálja ezt a játékot? Vagy találjátok meg a rendőreinket, mi a két hete nem találkoztunk. Jó fejek a csabai rendőrök. Hogyne? Ha, drága hallgatók, gyorsan küldjetek el, hogy Csabá, hol láttok rendőrt, és akkor már is be tudjuk mondani. És felezünk. Igen. És szeretitek, hogy Békés Csabán mindenki vagy Gyula, vagy Csaba? Tehát, hogy abban a körzetben. Igen. Egészen érdekes ez a helyzet. És ugye az helyzet Gyulán is. Igen. Na, jó van, és akkor nyerünk egy ajándékcsomagot? Ti? Igen. Mert mi az info? Hát még nem jött semmi. Kegyetlen vagy, Ida, de tényleg kegyetlen vagy. Én könyörtelen tanárnéni. Szerintem a 44-es Békés Csabai elkerülő szakaszán a békési lehajtó előtt mérnek a rendőrei. Én adom. Gyula felé. Adom a tapsot. Hát te nagyon tájékozott vagy. Így van? Jók vagyunk? Nem. De ilyen nagyon tájékozottak vagytok, nagyon ügyesek, nem jó a válasz. De nincs emlékcsomag. Ida, puszilunk titeket, jó? Dolgozgassatok, nem zavarunk akkor tovább bele az adásmenetbe. Egy nagyszerű élmény volt, azon kisebbséget csatlakoztatok, ahol profi módon egyébként bennünket azonnal adásba tettetek. Gratulálunk magunknak. Nagyon ügyesek vagytok. Jó? Nektek így is jó munkát. És igaza volt Ferinek, nagyon kellemes hangod, elhatalmasult itt rajtunk a kapuzárosi páni. Köszönöm. Puszi, köszönjük. Viszlát Békés Csaba, sziasztok, puszi. Ez volt a Csaba Rádió. Na hát akkor viszont tényleg mondjuk el a mi hallgatóinak is, és a csabai hallgatóinak, akik még bennünket ugye hallgatnak, hogy május 12-e még egyszer csütörtök, Rócsó, Békés Csaba.
Békés Csaba, szűzek vagyunk. Így van, és szeretném most felszólítani a Békés Csabai lakosság azon részét, akivel találkoztam, vagy találkozni fogunk, hogy mutassuk meg a fiúknak, tehát az egész stábnak, hogy milyen. Igen, ne üljetek állatot, ne hozzatok malacot, semmi nem kell, csak gyertek. Ne újjanak áratatlan állatok, mert a Morning Show Csabára. Nem. Hát nálunk rendes vendéglátás van. Ez jó vidék. Érted? Evi büfi. Jó dolgunk lesz. Már írják, Csabának Kolbászfalunál mérnek, hajrá Klassz FM. Hát ez kellett volna. Békés megyében, igen, mérnek, elküldték a hallgatók. Egy picit húzzuk az időt, az elektrolabor előtt mérnek Csabán. Tehát az elektrolabor előtt. Na, jól van, akkor egyelőre jól állunk. Még egy utolsó, egy fekete férigen, nem gyorsan? Igen, az gyorsan. Egy fekete férigen, nem, azzal nem lesz baj, gyorsan még nézzük meg. Jó? Egyet még megpróbáljuk. Jó? Figyeljetek, ők egy, nem mondom. Így már nem olyan rossz az arány. Így nem olyan rossz az arány. Kettő. Javítottak. Na pedig jó stúdió. Ó, jó reggelt kívánunk. Hát ez nagyon gyorsan megy. Balázs Morning Show, szia. Itt a Jani. Szia, Tina. Számítottál ránk? Megmondom őszintén, hogy igen, hallottam már többször, hogy keresitek a vidéki rádiósokat. Ti Sopronban vagytok? Igen, így van. Igen, ezt a rovatot nem lehet sokáig csinálni, mert két nap alatt hozzánk is visszajött, hogy mindenki azt várja, hogy őket hívjuk fel tulajdonképpen. Igen, igen. Te műsorvezető vagy? Igen, így van. Hogy hívnak még egyszer? Bocsánat. Mondta... Partner Tímea. Tími, hello Tími. Te is egyedül hello. Vagy? Igen, így van, egyedül vagyok. És hánykor kezdesz reggel? Attól függ, a reggeli műsor az 6-tól van, illetve délután van egy déli kívánság műsorral indul. Édes, most nem vagy nagyon magányos egyedül egy reggeli műsorban? Hát mit tudsz ott csinálni? Én jól el vagyok egyébként, abszolút jó. Ja, picit az ajánlkozás volt. A zenei szerkesztő is bejön 8-tól, tehát így párhuzamosan dolgozunk. 8-tól jön be, mert akkor kicsipi magát, vagy akkor érkezik? Nem, hát neki attól van a munkaideje. Na, mit lehet nálatok nyerni? Nálunk jelenleg most nincsen játék, viszont reggelente volt fekete-fehér, igen, nem. Aztán lehetett SVS jegyeket, focira, pizzát is lehet megenni, szóval sok minden. De nincs egy kósza ajándékcsomagotok, még 9 és 10 között azt olvastuk, hogy fekete-fehér, igen, nemet játszotok 9 és 10 között. Nincs még valami, amit elhozhatnánk. Van egy vízforralunk, egy kesztyünk, 2 óra ingyen parkolásunk, illetve egy meg nem kapott 10.000 forintos ajándékcsomagotállány. Csak igen. Két jegy a Voltra, vagy egy Movidic CD. Nem, jelenleg nincsen, viszont tudok adni egy kisalföld rejtvényújságot. Tök jó! Igen, félig meg van fejt. Az egyik skandinávot nem tudtuk befejezni. Tegnap vettem. Figyelj, és ki játsza? Na, te játszod a fekete-fehér igennemet? Kócán Bálint kollégám állandó reggeles, és néha beugrom helyette, szóval nekem is volt már szerencsém játszani a hallgatókkal. Na, válasz valaki, tessék, akkor most kivel mi játszunk veled, ha nyersz, te kapsz tőlünk egy ajándékcsomót. Kivel játszanál? Balázs, Jani, rádiósan? Feri. Balázs, Jani vagy Feri, vagy kivel játszanál? Egy kicsit bejön a Bázi Csabi. Kivel játszanál? Jó, akkor Balázs legyen, okay. Hogyha már így na, ide. Jó, figyelj, Timi, indítjuk az órán. Nálatok ugye fél perces a játék, igen? Jól tudjuk? Így van. Aha, mert nálunk viszont egy perc. Tehát mi legyen? Legyünk urak, legyen fél perc. Legyen fél perc. Na, tök jó. Jó? Timi, hogyha nyersz, kapsz tőlük egy koronarádiós ajándékcsomagot. Két óra egy parkolással és egy kesztyűvel. Sopronból az két főnyeremény. Gyerekek, azért ez milyen durva, hogy két nap alatt híre ment, és minden rádió azt várja, hogy följövjük őket, nem? Már pesti rádióktól is jött info, vidéki rádióktól is, hogy bárcsak őket, mindenki készenlétben állt, hogy hívjuk őket. Nem, igen? Vagyunk adásban a Naprádión. Álljunk meg. Kamusztál? Álljunk meg. Ki vagy? Nem vagyunk adásban? Most éppen már játszunk egyébként? Nem játszunk. Jó, most nem vagytok adásban. Akkor várunk, nem. Akkor nincs játék, várunk. Timi. Mikor tudunk adásba kerülni? Várjál, akkor bekapcsolom, hát, jó? Ez az. Én nem kérdeztem meg eddig. Ez ilyen otthon. Most akkor rábírtunk egy kicsit. De jó, hogy írtak a hallgatók, hogy nem vagyunk adásban. Köszönjük, drágák vagytok. Hát nem tudtuk. Timi, te majdnem megvezettél minket. Nagyon kis. Érzitek, ez Budapest versus Sopron. Nem tudom, érzitek-e a csata jelentőséget. Uh-huh. Ja, várjátok. Nem. Nos, akkor mehet. Micsoda? Mi, már adásban vagyok. Nem is köszöntesz bennünket? Nem is mondod, hogy kik hát vagyunk? Hát a hallgatók nem tudják. De hogy... jó, akkor köszöntöm a Naprádióban Sebestyén Balázst és kedves csapatát. Ugye minden reggel hallhatjuk őket. Köszöntelek titeket. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok mindenkinek! Soproniak, hello! Kamuzik, nem vagyunk adásban. Úgyis megírják. Tényleg adásban vagyunk? Hát figyelj, jelenleg felvételről, az jó? Az most jó? Na, ne! Élő adásban szeretném kerülni, Timi. Mikor van? Most mi megy nálatok? Most éppen mi történik nálatok élőben?
Most jelenleg Adéltől a Hello megy. Na, az nem, de húzd le, hát nem ér most annyit. Hát tegyél minket, hát sokszor hallották. Hát tegyél minket adásba, Timi. Vigyél egy nagy levegét, dobd be minket adásba, na. Na. Max nem lesz ennyire állása. Akarjátok, hogy halljanak titeket élőben? Hát, hát ez az egész kísérlet arról szól, nem az, hogy eljutunk a recepcióig, hanem arról szól, hogy bejutunk-e élő adásba. Te mi ezen élőben dolgozunk. Vagy nálunk. Te most élőben megy, mész nálunk, ezt mondtam az elején. Na, várunk, jó? Jó, oké, okay, fair. Oké. Okay. Aha, figyelj, harmadszor is eljátsz ugyanezt. Gondolod, hogy csak megérkezik egy országos rádió, hogy tegyél minket élő adásba. Hát azért, ha, na most már adásban vagy. Ha fixebb persze az adásmenet, szorosabb, azért ez nem ilyen egyszerű. Mit is mutatott a Lajos, melyik? De nem, de egyez. Megvezet nem, minket. Hát megpróbál, de hallgatóink azért ide-oda áthallgatnak néha. Mindenhol van fülünk, gyerekek, ne felejtsétek el, mindenhol van fülünk. Fiúk, visszajöttem. Az az igazság, hogy beszéltem a kollégámmal, és nem oldható meg az élőadás jelenleg. Add a kollégádat. Aha. Hiába adom. Ez így van? Ő a programigazgató? Zenei szerkesztő. De mit mond, hogy mire hivatkozik, hogy miért nem tudunk 2 percre élőben lenni? Sérül az... Mert nincs összekötve az adásgép a keverőpulttal. Tehát technikailag a dolog nem megoldható. Hát de akkor van, hogy játszotok reggel fekete-fehér igen nemet, például egy hallgató valaki betelefonál. Hát mi most csak egy telefonvonalon érkeztünk meg. De, de a hallgató is. Nem, annyi történt, ugyan... hogy a kollega meghallotta, hogy miről van szó, széthúzta a cuccot, és bedobta a szekrény mögé. Tehát akkor ti felveszitek előre, és utána teszitek adásba. Igen, igen. Ja, értem, tehát hogy kvázi csúsztatott élővel dolgoztok. Aha, igen. Tehát nincs igazi élő. Nem, nincsen. Aha, értem, jó, megértettem technikailag, hogy ez hogy néz ki. Hát, Timi. Akkor elköszönünk. Félig adásban voltunk. Köszönöm. Timi, puszilunk, és mindenkit Sopronban. Vigyázzatok magatokra. És akkor nem nyerek semmit? Tessék? Akkor nem nyerek semmit? Na most mondtad, hogy nem. Hát hogy ne? Igen, már ment a játék. És elindítottuk az órát, pontosan 16 másodperce. Hát úgy lett volna jó, ha egyszerre, egyszerre mind a kettőben élőben vagyunk. Aha. Puszilunk. Hát sajnos ez most így, így van. Ciao, köszönjük szépen, jó munkát nektek! Hello, hello, szép napot! Ciao, nektek. Hello, hello, hello. Hát, 3-ból 1 a mai napon is csak. Aha. Az Ózon nem vette föl, ugye a Sopronban nem tudtunk élőbe kerülni, tehát egyelőre Csaba Rádió. Bennük is volt azért spontaneitás rendesen, ahogy éreztem. Én szeretem ezt a kísérletet. Én nagyon szeretem. Én nagyon szeretem ezt. Jól van. Oké, lehet, hogy holnap folytatjuk, mondjuk a vidéki rádióknak, ne várjanak ránk. Jó? Csinálják csak nyugodtan a dolgukat, aztán meglátjuk. Egy kesztyű, egy óra, és egy vízforraló. Aha, meg a 2 óra parkolás kalocsán. Azért nem állunk túl jól. Na játsszunk már is egy hallgatónkkal, aki itt van velünk élőben. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Csaba vagyok Szegedről. Ó, azt hittem, Csaba vagyok Gyuláról. Gyula vagyok. Igen, Csabáról. Csaba Békés Csabai. Hello, Csaba, jó reggelt! Sziasztok, sziasztok! Hello, mivel foglalkozol, Csaba? Szegeden egy úszásoktató cégnél dolgozok. Jó. Igen, óvodásokat, igen, gyerekek, óvodások, iskolások, csoportokat tanítunk úszni. Az jól hangzik, az egy jó munka. Így van, így van. Ez egy jó munka. Megkérdeztem, mit lehet nyerni. Ez nálatok mit lehet nyerni? Igen. Jó. Na, mi lenne, a kérdés? Lenne Balázs egy, Ferinek lenne egy üzenetem. Átadjuk. Az új kígyósi barátja, Totya, üdvözli. Nem tudom, emlékszik rá, aki az autóját szerelte, még a régi kék Opelje volt a Ferinek. A Totya? De a gyönyörűen Totya csinálta a Totya. Egyszer voltatok télapók is, emlékszel arra, Feri? Mi többször is voltunk, a falu nem emlékszik rá szívesen. Amikor a tandem végig... kerékpárosztól. Nagyon fontos kérdés, hogy ma is megtudtuk, hogy Ferinek itt ott vannak kalandjai. Totya fiú, tehát csak jegyezzük meg, mert azért kiderült itt Feriről ma is, hogy itt ott azért, hogy portyázgatott. Tehát hát tudunk valamit. Szép élete volt, érte. Abban minden belefér. Egykori Mikulás kollega telerakta Totya puttonyát. Ez a név azért jobban áll neki, mint a többi. Igen, valami mindent tudunk. Pácsó, megtudtuk a tökit, hát egy gyerekek, egy Feriről minden, mindenki, egy jó matróznak, mindenki kötőbe van valaki. Ugye, 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 biztos, ami biztos alapon. Igen, mindent lepókálozott, amit csak lehet. Jaj, de jó is ez. Na jól van, menjünk akkor neki az első kérdésnek, így szól a kérdés. Hogy hívják a Magna Cum Laude zenekar énekesét? Ez egy nagyon, a Magna Cum Laude énekese a... Aj, pedig itt van a nyelvenem, és nem is a... Ugyanolyan betűvel kezdődik a kereszt. Mező Misi. Na, úgy van. Így van. Oké.
Menjünk tovább. Megadtam az első dobogónál, oké, persze. A második az elég nehéz kérdés, melyik sporták egyik mesteredzője Rád Géber László? Hát ez igazán könnyű, kosárlabda. Na, ezért nem lehet tudni, hogy kinek mi a nehéz, kinek mi a könnyű. Köszönöm, hogy rácáfoltál. Mi legyen a harmadikkal? Mi legyen a harmadikkal, fiúk, lányom? Hármas ugrás, hármat ugrunk, mehetünk. Ja, a lányok már majdnem válaszoltak. Melyik században élt a híres betyár Rózsa Sándor? Rózsa Sándor, melyik században élt? Hát ez egy kicsit becsapós. Nem az. Ugye itt 19. században. Édes, gyönyörű. Rózsa Sándorék még a 48-as szabadságharcban is harcoltak, csak kicsit, hogy is mondjam, csak irányíthatatlanak voltak. Egy szabad csapat, igen, jobbra is mentek balra. Megvan az ajándékcsomag, elvittél tőlünk mindent. Neki, oké, Némo úszósul irodájába ki fogjuk itt rakni Szegeden. Nagyon, nagyon szép volt, ügyesen bemondtad. Szegeden nem megyünk véletlenül. Tessék? Oké. Tessék? Nem. Hát, ezek után nem megyünk, jó? Ha már így rákérdeztél Szegedre, jöttök Szegedre? Hogy ne mennék, Szegedre is megyünk. Na, hogy ne akkor mennék. Jöttünk az első sorba. Viszünk nektek Némós bögrét ajándékba. Még egyszer bemondom. Május második hetében 9-én indul a turnénk, megyünk Szegedre, Békés Csabára, aztán a harmadik állomása lesz. Így van, csöpögtetjük a helyszíneket, de Szeged, Békés Csaba már egészen biztos. Örülünk neki, kollégák, puszilnak mindenkit, a lányok is, Felix külön. Köszönjük. Ciao, ciao, okay, sziasztok. Köszönjük, sziasztok, hello. Hello, sziasztok, leugrunk pillangozni. Na, kísérletezetek, még imádom. Úgy gyerekek, ez nagyon jó hallgatni. Hívjátok végig az összes rádiót. Most már higgyetek el, az Ozone FM felvenné, rákészültek. Hívja valaki bentről a rádióba. Igen, tegnap egy órára átekertek a gongra, nyertem ladásbögrét és esélyt Siófokra, sose hallgatom őket. Most jöttök. Legyek-e a naphallgatója, kérdezi valaki. Jó, megnézzük, hogy mennyien számítanak ránk. Lehet, hogy még holnap váratlanul egy-két helyre becsörgünk. Lezárva ezt az egyébként nagyon tudományos kísérletünket, hogy tudunk adásba kerülni. Hát nem túl könnyen. Ez ma is kiderült. Hát 10-ből 9-szer az van, hogy vagy csúsztatott élő, vagy meg kell kérdeznem Dezsőt, vagy meg... Igen. Vagy nem is vagyunk élőben, és közben vidáman beszélgetünk, igen. Na jól van, még derülnek ki az öreg naftaliról, kérdezi hát, valaki SMS-ben. Ugye Töki? Ugye Töki? Meséltem én sokat, csak nem hallottál. Ugye Töki kém? Nem volt mindig Kalitka. Kalitka most sincs, csak már más hát, a madár. Tudod? Van a Kalitka ajtaja, csak már madár nem akar kirepülni. Ugye? Hát szép az elektromos áram nem vicc. Az rohadt kerítés azért nehéz azon átrepülni. Tudjuk mi ez. 3:40 lesz pontosan 6 perc múlva. Jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. 3:40 lesz pontosan. Egy perc múlva szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt ez szó. Reggel komolyabb témával kezdtünk, de hát ugye ez jelen pillanatban kihagyhatatlan, a brüsszeli merényletekről beszélgettünk, és hát erről a helyzetről, ami ugye tegnap történt, elképesztő képsorok, elképesztő fotók, nincs ember, aki ne tudná, ugye, hogy mi történt. Robbantottak ugye egy brüsszeli reptéren és két metró megállóban is. Fölhívtunk egy szemtanút, aki ott volt pont egy konferencián, amellett a metró megálló mellett, ahol robbantottak, dr. Göndör Zsigmondot, a Magyar Vöröskereszt elnökét, aki elmesélte, hogy mit csináltak a robbantás utáni pillanatokban, mit látott és mi történt vele. Hát már ezt így halva rájön az ember, hogy szinte az ember nem is tud belegondolni, tényleg felfoghatatlan, hogyha ott vagy egy ilyen helyszínen, és túléled a dolgot, akkor ez milyen lelki megrázkodtatás, és mi megy keresztül az ember. Vele beszélgettünk erről, hogy mit tudott segíteni, mit tudott csinálni. Aztán egy kicsit vidámabb témával folytattuk, elmeséltem nektek egy színház élményemet, miszerint ugye elmentem Berecki Zoli Lepkegyűjtő című darabjára, és hát azért a Bereckit én sűrűn meg marogattam ebben az adásban, most viszont elmondtam, hogy szeretetből egyébként elmondtam, hogy Zoli zseniális ebben a darabban, és aztán arról kezdtünk beszélgetni, hogy vajon a színészek látják-e azt, aki ilyenkor ott ül, és tudhatta-e Zoli, hogy ott vagyok, illetve hogy kellett volna magamra felhívni a figyelmemet, a figyelmét. Sajnos az öltözőben nem jutottál be, úgyhogy akkora volt a sor előtte, de elküldted a 100-szál vörös rózsát. Erről beszélgettünk ma reggel. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en.
az a szép ezekben a történetekben, hogy elmondom, hogy nagyon-nagyon tanult intelligens állampolgárként színházba megyek, és úgy jövök le, hogy nachos zabálok, kaspos virágot dobálok, és egyébként prosztó módon tapsolok, és ordítok az Zolinak, hogy szép volt Zoli, ez azt, tehát jó nektek ilyen történetet. Jó nektek ilyen történetet. Ez jutott, hogy tényleg, amikor így elindulsz, így felfel az ég felé, a menny felé, és akkor így hirtelen így utána nyúl négy kéz, és így húznak. Nem. De tényleg jó darab, nézzétek meg, Zoli, tényleg nagyon jó benne. Csabi, hello, jó reggelt. Jó reggelt, szavaztok. Annyira jól adjátok ezt, hogy én mint egy filmet már látom. Tehát a jelenetek így megvannak. Tök jó. Zoli, de említsük meg a lányt is, Ágoston Katalin, ő is nagyon jó. Kati is nagyon jó. Mert mindketten nagyon jók a darabban. Na, de neki mit dobtál fel? A bugyimat, ugye. Semmit. Szerencsére még nem nyúlt ki a boxeremben a gumi, ezért el tudtam lőni egészen a hasáig. Az ormányos, foszforeszkálós boxer alsóban. Semmit, de ügyesek voltak tényleg. Mi újság, Csabim? Hülyére röhögöm magam rajtatok. Képzeljétek el csak, hogy adjak nektek valamit, amit tudtok csámcsogni. Tavaszi szünetre megyek a sulival együtt. Na, puncs király. Jövő héten, ezt hiszem. De nem jövő héten, ez holnap és holnap után. Kettő darabnak. De hova mentek? Hova? Focizni. De minek? Aha. Te mit keresel? Miért van az, hogy csak akkor ragaszkodnak a mi jelenlétünkhöz, amikor mi akarunk szabadságra menni? Tehát akkor a kívánságműsornak az arca el akar menni, az miért mehet? De mert van helyette egy másik, egy hétvégi kívánságműsor arc, egy hang. Te az örül, ha dolgozhat. Igen, de már keveset. Egyébként ő kérte. Mondtam, na jó, akkor most azon szünet van a srácoknak, elmegyek Szabira, tessék. Azon szülő vagyok, most a gyerekekkel megy el valahova az iskolával, mert azokat a szülőket mindig nagyon utáltuk, akik besegítettek a tanároknak, és eljöttek osztálykirándulásra. Hát, az hogy... Kicsit tanárnak érezték magukat, és neveltek. Ha a gyerekek igényelnek, akkor elmennék velük attól függetlenül, hogy utáz, de most nem arról van szó, hanem arról, hogy otthon vannak. Jó, hogy otthon leszel. És hogy ne a Laurával kelljen kimenni fociznyük, ezért én otthon maradok velük, és akkor jó idő van, és együtt csinálunk végig. Most csalódtam Laurában, ha nem tudjuk. Jól focizni. Picit unja már, hogy oda-vissza bebőrözik 20-szor. Nekem rossz az, hogy vele mennek el focizni, érted? De szerencsések vagytok, hogy meg tudjátok oldani azért. Ez sok családban teher azért, hogy mindkét szülő dolgozik, a gyereket ugye le kell kötni. Tehát kell a tavaszi szünet, túlterheltek, pihenjenek, tehát nem mondom, hogy ne legyen. Csak azért ez egy komoly meló ezt logisztikával megoldani, hogy kiszakörözik a gyerekekkel otthon, főleg a kicsik, azért az egy komoly igénybevétel. Na jó, hát nálatok már nagyok. Hát a Rómeó már tud vigyázni a kisebbikre. Még ezt nem mertük azért megtenni. Hát 11 éves, de hogyha ő vigyázna rá, akkor lehet, hogy ott azért sérülés. Jó, de ez a Rómeó személyisége miatt van, és nem a kora miatt. Nem, a Demeter miatt van. 11 évesen már kétszer elváltam, és ittam. Tehát én... Nem, akkor már tényleg. Akkor már kicsit korán én voltam. Az ár belőle doktorát. Vécse 11 évesen gyerekek. Kulcsot kaptam a nyakam, majdnem seg berugott, azt így köröztem a panel körül. Hívjuk gyorsan a naphallgatóját. Aztán elmentem apámat azonosítani a szembesítésre. Cudarvilágból jövök. Kocsmai után, igen. Nem tudjátok, cudarvilágból jövök. Na, ha mondja, hogy Morning Show-i az ajándékcsomag. Nem. Balázs. De! Hello, jó reggelt, Morning Show, szia! De hát... Balást keressük, hello! Hello, sziasztok! Nem mondtad, ugye? Jól hallottuk, nem mondtad, hogy Morning Show. Igen. De kár, pedig te vagy a naphallgatója. Oké, szépen. Örülsz? Örülök, tehát, aha. Hallom, igen, azt hittem neki... Váratlanul ért egy picit. Már dolgozol, gondolom, ugye? Dolgozok, igen, Győrben vagyok. Anna, addig mindig szokott előtte, aztán... és nem számítottam rá. Na, van ez így. Mátod, Balázs. Már nem szabad elfelejteni, az ember SMS-t ír nekünk, bármikor bárkit felhívhatunk. Azt írtad, én minden fehérmájú nőt megjelölnék, csak mennék a fény felé. Ezt írtad nekünk, ugye egy londoni színház megjelöli a telefonálókat zöld fényel, írt kértük hallgatóinkat, hogy írják meg nekünk, ők kiket jelölnének meg. Baláskám, hát akkor nincs ajándékcsomag. Hát jó, nem baj. Ciao, köszi. Hello. Csabikám, milyen zenéid lesznek? Most eszembe jutott erről a Berec kis színházi kis afférodról, amit Jani mesélt. Csodálatos élményt kapott az Olitól. De nem, az, ahogy a Jani előadta, hogy a Balázs mit csinálna. Igen. Eszembe jutott a Stole the Show című Kaigo sláger, ugye az a pont arról szól, hogy valaki ellopja a sót. Úgyhogy ezt a Kaigo dalt, ezt most mutatom, ráadásul a hallgatók is imádják. Nézd, én azt gondolom, egy jó Kigó nélkül incerda, nem? Egy jó óriás Kaigo. Egy óriás Kaigo, az legyen mindenkinek.
Csabin a kívánság műsora, 555-55-00 a telefonszáma, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt.